Ez itt a Morning Show. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. A Klassz FM-en. 6 óra múlt 10 perccel. Jó reggelt kívánunk mindenkinek. Hello Feri, hello Jani. Hello. Drága hallgatók, hát Zsűl is visszajött, már tegnap visszajöttél, igen, írtál nekem. Hosszú beteg szabadság volt, tátra volt, hogy... nem beteg, csak ez... Ja, imádom a Zsűlt egyébként, hogy ennyi év után is komolyan veszi, tudod, amit mond neki az ember. Nem, nyilván nem beteg szabadsága voltál, de azért, hogy... Gyerekek, ez most akkor mozdíthatatlan? Tehát ez akkor most ez ennyi? Megjött az e-mail, hogy nem jó a mikrofonálvány, én értem, de most akkor én akkor most úgy beszélek, mint öreg anyja, néz, őzik, éje így. Kicsit bőjje meg előre. Sziasztok. Picit alázatosan. Tehát hát rá kezdve légy szesít. Nem bírja. Hogy ez az úgynevezett, hogy te én boldogabbá főnök. Ha-ho. Hát jó, na valamit ezt megpróbálunk. Értem én, gyerekek, hát van olyan, hogy a technika megadja magát. Ez van az RTL-ben, van a TV2-ben, minden nincs raktáron azért azonnal egy állvány. Figyelj, szerintem, ha lemegyünk a karbantartókhoz, akkor biztos talán van egy faanyagot, amivel ezt meg lehet oldani. Aládúcoljuk. És kész. Már mondtam, hogy ne nyújj hozzá, mert akkor az az állapot, amiben tudtál beszélni, is eltűnik. Kezek a magasba, most mondták, a fogom két kézzel. Azt a mindenit. Nagyon jó, biztos volt valami olyan kívánság, vagy több olyan kívánság, ami miatt a Garami tegnap lefejelte a mikrofonálványt, és ezért. Alátámasztjuk ezzel. Az jó, az úgy megvagy. Aha. Nagyon jó. Hát kicsit tengerpart. Hát ez jó, várj, még ezen kell állítanom egy kicsit, és hát jó, azt mondja, hát igen. Hát kár, hogy a hallgatók ezt nem látják egy gyakorlatilag, egy ilyen, hogy hívják, egy ilyen barkásszakkor. Nagyon jó, egy lámpával alá támasztottuk az állványt, megáll, ennyi. De gyerek, a drága gyugyónk az már írt e-mailt a Zsűlnek, hogy bocsánat, hozza, csinálja, de nem érheti szó a ház elejét, úgyhogy megoldja, csak most át kell hidalni ezt a dolgot, ami nem baj. Megoldom, én csak viszonylag mozdulatlanul tudok beszélni, mert ugye én azért nézek balra, jobbra, a pultot, stb. Így van. Akkor most egy irányba beszélek. Jaj. Na, mi van ez a hideg fronttal? Kijövök? Semmi. Ez van, látod? Ez van. Jaj, na. Ez most tényleg a két gyerektől behoztad ide? Menjen rátok is, gyerekek, rotások voltunk. Ne csinálj. Az egész tudom, család. Az de olyan kész. Durván, kézzétek, pénteken tök jó voltam, hazamentem, levert a víz, leizzadtam, hánytam, de mint az állat, és szombatra sem. Na, mit? Egynapos, igen. De... mi az, hogy volt benne ez, meg az, a banánhéjon egy kicsit csodálkoztam. A tengergyümölcs, figyelj, a pizza szinte egybe jött vissza. Hogy de ez gyorsan, ez át is ment rajtatok. De várjál, olyan durván, én rajtam, mert nekem a szombaton sem bajom, mert a hétfő jó voltam, nem is azért jöttem, nem miért, mert beteg voltam. Már tudtam, hogy annyitani a csőgörényesek. Figyelj, én nem tudom, hogy tud így leteríteni. A Benny a szerda óta van teljesen offon, neki több minden van. És voltatok rotások? Igen. Én nem. Egyszer már voltam. Én azt gondoltam, hogy ez az. Nem? Nem ment a pocom. Igen? Nem, csak hánytam. De úgy ordítottam, hogy a gyerek bejött a budiba, hogy apa, mit csinál? Így. És kérdez, szombaton fölkezd, és semmi bajot. Én nem láttam, én nem voltam még soha ilyen. Semmi bajot nem szombaton. Egyszerű. Csak annyit érzed, hogy fizikailag le vagy gyengülve. De pénteken délután ilyen reszketve, izzadva ültem a lépcsőn egy pokróccal, tudod, úgy, hogy amikor a beteg vagy, akkor annak van egy előjele. Kezdesz rosszul lenni, ízületi fájdalom, egy nap. Nem. Péntek kettőkor a taxiba éreztem, hogy végem van. Háromra be, rók, innen. Ez derültékből gejzír. És szombaton fölkezd, és azt mondta, semmi bajod, csak kicsit gyengébb vagy. Ne, nekem ez még sose volt. Taxiban is hagytál valamit? Nem, úriember voltam. Álljon félre, legyen szíves. De nagyobb készpénzösszeget a takarításra. Igen, ezt mondod, hogy ez Marika nénié majd, ha visszaálltok a depóba. És szombatra gyerekek semmi. Na most ez elindult, hogy a babysit, ősrob, most így mindenki, tehát gyerekek, mi most lent vagyunk a mélyén. És az a durva innen csak az egészben, följöhetünk. Hogy fizikailag annyira lerombol, hogy nem hiszed el. Le. Nem hiszed el, hogy ennyire gyenge tudsz lenni. Hogy így nincs kedved felkelni az ányból, hanem egyszerűen csak ilyen reszketeg módon értetben fekszel, így semmihez semmi erőd nincsen, meg kedved. Borzalmas. Az is durva, ahogy elmúlik. Mert szombaton, tehát én még ma is érzem fizikailag, hogy sietnem kellett, mert zsűrilt reklám, kiszálltam a kocsiból, van egy 8 méter, kicsit meg kellett léptem, és mire odaértem a kapuhoz. Elfáradtál, mi? Mondom, azért még valahova jönnöm, kondiba visszajönni, de szombatra vége. Szombatra vége. Hát szegény Benni a gyerekeknél az ugye keményebb, tehát az ő nagyon kemény. Ráadásul... Ha egy felnőttet ennyire tönkre vág, akkor tényleg mit lehet a gyerekeknél?
És akkor rajta nem is ment keresztül egy nap alatt. Nem, neki most több minden van, mert van egy allergiája, és meg van egy ilyen kezdődő, ilyen szövődményes, ami ráment így a fülére, úgyhogy ő egy hármas kombót kap most így egyszerre, nincs is obiba. Úgyhogy van szakkörbőben, de mondom, én ezt sosem mondták, hogy a gyerekeknek adjanak be szájon keresztül rotát, ha megtehetem, mert anyagilag egyébként nem olcsó, mert nagyon durva. Nem kell, majd mi... Marketing, igen. Adjál már. Micsoda hülyeség. Noel megkapta. Az én fiamnak hülyék vagy? Majd ő edződik. Ő rajta most úgy mehet, hogy kicsit taknyos, fájás, de nem beri le annyira. Hát, ide nekem azt a rotát. Megkaptam, figyelj. Aki tudja, vegye be. Hát, hogy a legeslegdurvább. Na mindegy, úgyhogy jó volt a hétvégén, gyerekek. Sehol nem voltunk, semmi nem történt. Igazából otthon. Otthon volt egy ilyen körbe. Hát körbe egy pihenős hétvége. Pihenős hétvége, ezt így hívják. Akkor mesélj még a kuporgásról. Csak fajanszba ordítás volt. Kuporgás nem volt. És nem a szokásos. Töltőt! Én még szeretek hányni egyébként. Az egy lelkileg. Aha, ne nagyon. Én nagyon szeretek. Ez így jó. De szoktad úgy, hogy néha csak kicsit megkapja. Azért, ha nem erőltetem, akkor nem. Tehát úgy magától nem. De nekem az egy lelki megtisztulás. Hát meg egy iszonyatos megkönnyebbülés fizikailag is. Én azt bírom. Viszont a szújóról lemaradtam ma, mert hallgattam reggel pont ide kapcsolatban, hogy mi lett vele? Kirakták? Sosem mondaná nyilván. Hát... Egyszerre fogalmazódott meg a főnökségben is benne az a dolog, hogy nagyon sok. Nem bírja a dolgot, de tegnap nagyon normálisnak meg boldognak. És ezt így el tudom mondani finoman? Igen. Mert azért ilyenkor megy, nem az, hogy terelek, szegény, nem mondhatom, nem nyilatkozott. Én meglepődtem, hogy te nyilatkozhat. Tehát nem szokott, vagy nem szokta engedni. Rendesen elmondta. Az van, hogy egyszerre a kettőt nem bírja. Tehát, hogy ő minden közvetítésen ott akar lenni. Ő akarja csinálni az F1-et, ő akarja a VTCC-t, mindent, és közben meg még a főszerkesztői, vagy nem is tudom milyen pozícióban volt, az nem megy. Kapott egy választott, hogy vagy ez, vagy az, és inkább az F1-et választott, akkor azt mondja, vagy lehet, hogy nem is kapott, hanem azt mondják, hogy Zoli, köszönjük. Aha. Nem hallottam, pont már ott hallottam, hogy már Räikkönen, meg vodka, meg nem tudom. Nagyon elégedettek voltak vele, azt mondta. Legalábbis ő. Igen. És hogy ezt mondja. Igen. Előtte beszéltünk vele. Ez nagyon humánus. Úgy drukkoltam neki, soha már 8 hónap után azért ezt így nem szokták. Sok volt neki. Meg egyébként ő azért nem volt szerintem könnyű helyzetben, abban a tekintetben, hogy sok olyan pályatársa van, akivel egyívású, egykorú, stb. És azért nekik instrukciókat adni, hogy mit, hogy, miként, és hogy erre jövőben egy picit figyeljél már, hogy akkor te meg ne üvölcsél annyit a Forma 1. Ja, hát igen, vagy személy ellentét, tudom, hogy sose derül ki, vagy nem kedvelte ott valaki valakit, vagy valakinek a valakit. Hozták, mert ezt a Wovetsky gyereket, ezt mi ismerjük a Danakosból. Persze, hát 10 évig. Jó, ott nyomta a kis Wovetsky, nem? Azaz, ugye? Ő az. A Wovetsky volt, vagy Wovetsky, vagy Wovetsky, ugye? Igen, de ő a Wovetsky. Igen. Igen, volt a Wovetsky Tibor, ő a program. A program igazgató a Wovetsky, Zoli meg a nem sok fizet zavar. Hát. Figyelj. Az ő munkássága alatt voltam ott én. Illetve három hónapot a Danubiusban. Mondta, hogy Balázs, én kirakom a reggeli csapatot. Én áthozlak. Ígérj meg, hogy nem mondasz föl. Olyanok a körülmények. Ígyszer. Akár évekig is rádiózom. Én rádió DJ-be is évekig rádiózom. De nem voltak olyanok. 4 hónap múlva felmondtam. Csak én mondom, kösz. Mondom, figyelj, én elmondtam, hogy mit szeretnék, ki szeretnék. Van egy mondás, kár, hogy nem ismered. Ígéret szép. Én elmondtam, hogy milyen csapattal dolgoznék, hogy dolgoznék. Nem teljesítettétek. És nem anyagiak. Bőven nem az anyagiak, hanem egyszerűen nem volt megfelelő emberállomány. Bevetettem minden idők legrövidebb Danubius reggeli műsorvezetője. Á, nem, azért voltak nálad. Azt hiszem, nem, te voltál, te voltál Anna legrövidebb? Vezeti. Anna vezeti, nem ugye behozza azt a papírt. A Danubius reggeli műsorának, azt hiszem három hónapnál mindenki tovább írta. Kapott Zsóka egy, na, egy, talán egy ő volt. Nagyon rossz ízű, nemi identitást traktáló kérdés miatt búcsúzott, de talán ő is többet volt, mint én a Danubiusban. Szükszában kifejtette a véleményét. Igen. Más tudatú emberekkel kapcsolatban. Igen, hát nem nézték ezt jó szemem. De talán 3 hónapot a reggeli sávban senki nem volt. Senki. Nem is nagyon értette a sávvezérigazgatónk, bementem és fölmondok. Jaj, de futás közben. Milyen vicces vagy. Hát mondom, tényleg szóval. Ha felejéjókat nyomnál adásban, mekkora királyok lennék. Na jó, megy a dolgodra. Hogy hívták? Bartuczy, egyébként nagyon jó fej volt. Én kedveltem, hát nagy ellentétek voltak akkor, de hogy én nagyon kedveltem, mondom, Lacikám. Na, hát akkor ezért azt, hogy kapjuk elő ezt a szerződést a felső pontból. Te utás követ, gyere, nyugod. Mondom, tényleg. És még egyszer bedobod, mi? De nem. Van az a típus, aki mindenre körül. Én egyébként imádtam a Lacit. Ja, utás követ, mondom, tényleg, komolyan, igen.
Jézusom. És akkor így összeesett. És rá egy fél évről is. Volt valaki rövidebb 3 hónapnál? Nem. Ugye? Így van. Figyelj, Anna beteg be egyébként, mert vezeti az egészet. Az egészet. Anna, ez mindig ott van a táskádban? 98-tól 2009-ig megvan neki a Danubius Rádió. Hello, Anna. Én voltam az egyik, aki ezt végigcsináltam. A krónikás. Ez a múltam, gyerekek. Hát, ez a múltam. Csak te. És hogy csak élvezted, igen, mikor a Balázs ott hagyott? Mi? Nem, örül? Akkor úgy hidd el, a Balázs most tudja, mert ott... Nem, én nagyon-nagyon kivoltam akkor. Akkor én nagyon mélyen voltam. Mi kávéztunk, akkor elmentünk ott szembe a kis egységbe, és akkor nekem mondta a Balázs, hogy ő ezt nem csinálja tovább, tehát nagy valószínűséggel vége. És akkor én nagyon-nagyon mérlegeltem, hogy most akkor hogyan tovább, mert hogy hát akkor érdekes mozgolódás volt a rádió. 4:18, igen. Anna hivatal, Sebessén Balázs érkezik a triósba, Lilu és Lovász Laci mellé. 9:01, Sebessén Balázs távozik. Igen. Ez az első dátum mellett nincs ott, hogy 6 óra 17 perckor megszólalás. De jó fej voltam, mert nyarat végig dolgoztam. Én a nyarat végig dolgoztam, még valahogy a szigetre kimentünk, és igen, azt mondtam, hogy gyerekek, én a szigetről még szívesen tudósítok, mondom, a szigetet még megcsinálom, ez fontos a rádiónak. Egy puszi heti egy még szerintem belefér. Gyerekek, tudjátok, még hozzuk össze. Adhatok egy VIP heti egyet, ezt még lenyomom. Hát igen. Más idők voltak akkor. De izgalmas kis. A Danubiusnak úgyis volt, hogy nem nevető harmadik, hanem nevető Anna. Mert ő gyakorlatilag mindenki túlélt, ő mindig ott maradt. Figyelj, mindig átjött a következő stáb. Nem, ez nem volt egy népszerű poszt egyébként az enyém. Egyrészt korán kell kelni, másrészt nagyon sok a munka. Tehát, hogy ezt úgy nem szokták szeretni. És aztán így mi a Garami Balázsra, mi ketten maradtunk, mert hát jöttek, mentek a műsorvezetők, mondom, nekem egy olyan momentumom volt talán a hosszú évek alatt, amikor azt mondtam, hogy lehet, hogy most eljött a vég, és nem. De aztán úgyse. Nem, mert megoldódott, hogy az az illető, akiről most nem akarok így nagyon, ő elment, tehát hogy megkérték, hogy menjen el. És akkor onnantól kezdve már... Ki volt az? Nem, ja, mondom, majd egyszer. Majd megbeszéljük kávézás közben. Na mindegy, gyerekek, jó van. Na, a lényeg, hogy újra hárman vagyunk, itt vagyunk, és hát igen. Nálatok semmi, mindenki jól van, gyerekek otthon. Hát most nem untatnánk a gyerekeket, a felnőtteket, az, ahogy elmondjuk meg itt a hétvégénket. Nincs azt semmi. Igen, mit csináltatok? Igen, na, és képzeljétek el, megint tolunk itt egy best of-ot. Nem, hála Istennek nem volt semmi most tegnapi napon. Természetesen elkezdtem locsolni, ahogy minden másnap szoktam otthon, aztán elkezdett esni az eső. Úgyhogy és aztán mondta Mónika, hogy inkább használd a budit. Így van. Mondta, hogy Jani, felnőttem, hogy gyere be a vécére, légy szíves. Léci apácska, így is sárgul a fű. Igen. És a szomszédok megint néznek. Igen, ez klasszikus, ezt majd megtapasztalod, hogy ugye nagyobb kertes házban már úgy kell locsolni, olyan rutinosnak kell lenni, nekem az egy évenbe került, míg megtanultam, hogy mindig úgy locsolsz, hogy megnézed első következő 3 napra az időjárást. Spórolni kell a vízzel. Tehát, és rájössz, hogy tényleg vannak időpontok, amikor tudsz úgy locsolni, hogy hülye vagyok, nem néztem meg, milyen idő lesz. Locsolsz, öntözöd az egészet, és kiderül, hogy 6 nap szakadó eső utána. Olyan mérges tudok lenni egyébként. Hát figyelj, előre kell figyelned majd mindig, amikor öntözöd. Nem, majd rád telefonálok. Jó, én mondom neked fejlőre. Mikor akarsz locsolni? 3 napja nem locsolok. Jó, akkor nem kell. 3 napja nem locsolok, ráadásul mérges vagyok az önkormányzatra, ahol lakom. Azon, hogy az esővizet, mármint a locsolóvizet ugyanúgy számlázzák, amely átmegy a vízórán. Tehát höketenem egy plusz vízórán, mert ugye én nem használom. De van már hogy külön két cső jön be a házba, egy ivó, meg egy locsoló víz? Nem, ezt tudod megcsinálni. És ezt kell megcsinálni, ugye, mert az van, hogy te locsolsz, de egy vízórán megy keresztül. Aha. És ugye, ha egy vízórán megy keresztül, akkor az olyan, mintha te használnád a vizet, kvázi felszámolnak brutál csatornadíjat is. De amit te ellocsolsz, azt nem kell neked, azt a csatornába nem megy vissza bele. A csatornába. Uh-huh. Tehát az féláras. Megfejtettem, mit csinálok. Ha! Lopom a vizet a szomszédba. Menő vagy. Nem, fölrakok egy másik vízórát. Te is rak föl, vagy járjál utána. Várjál, de most a vízről beszélsz, meg a csatorna használatiról. Azt kell, igen, a csatorna használatot meg akarja spórolni. Csak ha locsolsz, és a sima vízórádon megy át az öntözővíz, nincs plusz vízórád, nincs furkutat, és sima vízóráról locsolsz, ugyanarról a vízóráról, mint te bent használod a vizet, akkor te plusz azért kifizeted azt a csatornadíjat is, ami egyébként horror köbméterenként. Hát ugyanannyi, mint a víz maga. Amit egyébként nem kérem, mert nem használod az plusz vízóra. Plusz arra leágazása, amiről locsolsz. Igen, de ő most már abban is gondolkodik, hogy azt a vízórát fogja használni a benti csapra is, érted? És akkor abszolút nincs csatornadi. Na?
Jó vagyok, mi? Aha, jó, de azért az alibi kedvéért azért legyen bent a padlószőnyegben néhány szórófej. Tudod, időnként azért bent a lakásban is, picit nedvesíts be a falakat. Nem, ezek ilyen fontos praktikák, amit az ember így jó, ha megtanul. És most így rájöttem, kikövetkeztettem, meg beszélgettem emberekkel, tehát vagy furtkút, vagy szeretes még egy vízorát, kérsz a vízműtő, az mit tudom, 40 ezer forint. Viszont negyen annyit fizetsz, mert hogy a locsolt víz után nem kell neked ugye csatornadíjat fizetni, ami legalább köbméterenként annyi, mintha egy köbméter víz, vagy nem tudom, brutál durva. Tehát brutál durva. Nálunk emésztő volt, én utálom, hogy bevezették a csatornát, de hát nyilván be kellett, mert hogy európaiak vagyunk már mi is. Igen, meg hát szegény gyerekek a kútról hordani a vizet. Az a baj, hogy nem tudok fúrni kutat. Hát onnan tudom, a magasság, meg mire a sziklát átütitek. Komolyan, érted, ott fönn a Mátrában. Mondta a szomszéd, hogy fúr kutat. Mondom, figyelj, Gábor, fúrják kutat, itt 10 fúrtak, 8-an abba hagyták. 110-nél találta kiszapot. Ez igen. Ott már nedvesen. Még 50. 110, 10 méterenként valami 60 ezer. A fúrás, ahogy haladsz le, ha 6 kiló, azért öntözöl egy ideig, mire az visszajön. És még most 30-at kell venni le, mert nem felhozható a víz. Mondom, Gábor, most már fúrjad, ne add föl. Aha. Csak most már mindjárt megvan a magma. Már mindjárt a föld középpontjánál hagytad. Picit vársz még. Igen. Ne csodálkozz, ha a narancsárga lesz nagyon forró, és kipusztul a füvet, ha, és megkövesedik a végén majd. Ha oda szorítod a füledet, és azt hallod a másik oldalon kínaiul, hogy ha-ho. És kicsi kínaiak ugranak elő majd a furkutatból. Na mindegy, úgyhogy időjárást kell figyelni. Ezt majd ráérzel. Rutinos. Alapokon is, de ideig már például eljutottam. Az időjárás. Hát igen, de basszus, nézzétek meg, azért most valljuk be őszintén, az utóbbi néhány hétben az nem nagyon sikerült eltalálniuk, hogy milyen idő lesz. A múlt hétvége is az volt, hogy vihar, akármicsoda, eső, és olyan jó idő volt, mint az állat. Szombat, vasárnap eső, aztán konkrétan nyár volt. Igen. De most azt mondják, hogy nagyon aranyagadó lesz. Láttátok az újságírói felvételeket a lavináról? Nem. Jó. Nem láttátok? Nem láttam. Hát, ha lehet ilyet mondani egy lavináról... Már az, hogy ott állsz és fölveszed. Elképesztő. Ugye a nepáli földrengés. Aha. Hát ez brutális, rengeteg ember eltűnt, sajnos magyarok is, de hogy közben az Everestet megmászták, és tegnap én megnézegettem videókat, azt mondja az egyik, hogy mozog a föld. Ennyit hallasz, mozog a föld. Jönnek ki a sátorból, az Everest alaptáborát látod, egy német, nem tudom milyen újságíró videózik. És mondja, hogy úristen, mozog a föld, jönnek ki a íz, és shaking, jön rom mindenki, majd elfordítja a kamerát, és elkezd, fuck, és látod a csávon, hogy pánik van, és olyan, mint a... Fák az Everesten? Hány fuck! Ludak! Madarak! Figyelj, nézd meg, elképesztő! Elképesztő, és megindul balról. Na, hát gyerekek, a TV2 az sem. És élőbeszédre indítják el a felvételeket a TV2-nél. És megérkezik. És ő megúszta? Emberünk bent bemenekül a sátorba, és azt látod, hogy egy ilyen felhőnyi lavina így megérkezik. A vége megvolt a felvételnek, a legjobb gondolat az volt, hogy megkérdezte az egyik delikvens a másiktól, hogy minden rendben? És akkor mondja, hogy igen, minden rendben. Húzd magadra a kabátom. Azt nem értettem, hogy ha magára húzza a kabátját, az miért védi meg mondjuk izét 1000 tonnányi hótól, de a biztonság, de húzd magadra a kabátom. Elképesztő. És a semmiből, ugyanis az Everestnek a tetején igen, köd van. És a kötöt veszik ők, hogy csak így forog a kamerával, és a következő pillanatban feltűnik maga a lavina. De ne úgy képzeld el, hogy olyan lavina, ami így picit jön, hanem egy ilyen nagyobb felhő. Szóval, hogy döbbenetes. És egy pár pillanatot több méternyi hó ott van fölötted. Gyakorlatilag nem tudsz semmit csinálni. Mert mondják azt, hogy amikor lavinába kerülsz, akkor ugye el kell dobálni mindent, hogy semmi ne húzzon le a mélybe, semmi ne akadjon el úgymond a hóban, aztán maradjál miatt alatta, hanem úszó mozdulatokkal meg kell próbálni minél fentebb maradni. De hát, amikor egy pillanat alatt ilyen több méternyi nem tudsz, persze. Akkor borulsz össze-vissza, pörget, visz magával, csinálni, semmit. Sokszor azt sem tudod egyébként, hogy milyen pozícióban vagy éppen. Szokták mondani, hogy ilyenkor például, hogyha van nálad valamilyen folyadék, vagy adott esetben mondjuk pisivel meg tudod oldani a dolgot, akkor azzal, igen, meg abból látni fogod, hogy merre vagy. Aha. Az milyen, hogy pisilned kell ahhoz, hogy megérezd, hogy hol van a lent. Elkezdesz ásni, és ha kiderül, hogy órája lefele ásol. Ugye úgy vagy beragadva a hó. Aha. És ott fönt, lent, balra, jobbra, nincs semmilyen. Mondjuk, ha benn vagy a hó alatt 3 méterre, akkor ott vaksötét van. Hogy látod, hogy merre megy a pisi? Hát alá teszed a kezed.
Aha. Hát biztos, hogy teszed is, megnézed, hogy merre megy a pisi. És a pisi ugye elindul lefele, lehet az fején lefele, és akkor neked fölfele kell ásni. Döbbenet egyébként. Elképesztő felvételek. Ez hihetetlen. Tényleg. Hogy ott mi történt, és ez a földrengés, hát ez egyik pillanatról a másikra. Látok, ott valami konferencia volt, hogy én nem is tudom, hogy pont erről beszéltek. Egy héttel korábban volt földrengés, ugye? Igen, földrengési konferencia, azt mondjuk én is hallottam a hírt, de igen. Hát akkor... Na, egy kicsit vidámabb dologgal menjünk tovább. Mi van a játékkal? Jól állunk. Ki nyert? 1-0. Tegnap Feri játszott, igen, és a hallgatónk vidáman bedurantott egy igen. Mertük volna elengedni, hogy nem vagy itt? Ráadásul csonka hetünk van. Bizony, 4 napos. Így van. Isten értese picit. Így van, köszönjük szépen neki a csonka hetet. Nagyon rendes érze. Gyerekek, jó ez, most egy kis május egy, aztán egy kis pünkös, azért ez jó, hát nem? Persze, uh-huh. Aztán itt a nyár, és akkor csak lesz valami. Így van. Karácsony. Aztán karácsony. És megint itt vagyunk, mint augusztus. És újra itt vagyunk, de vápi is, nem tudom, egyébként. Na, drága hallgatók, várjuk akkor az SMS-eket, jó? Aki jelentkezne játékra, nyugodtan arcoskodjon, csak úgy, mint minden reggel. Egyébként, ha valahol már megérkezett az Armageddon-szerű időjárás, nyugodtan írjatok, hány kilométeres a szél, mi történik, ki van bajban, kinek tudunk segíteni, jöhetnek az SMS-ek, mi meghallgatjuk a híreket, aztán jövünk játékkal a hírek után. 10 perc múlva pontosan. 7 óra, jó reggelt kívánom mindenkinek. Hello, itt vagyunk, egy jó kis zene után, egy jó kis Maroon 5 után. Hogy csináltad? Alátámaszt. Alátámaszt megfog. Monitort nem lát, igen. Na, nézzük a közlekedési híreket. Kaposváron már esik az eső. Zseli küldte nekünk. Cseperről befelé a szabad kikötőnél trafis kutyák. Vigyázni. Ez is SMS-ben jött. Nyilván ugye a rendőrökre gondolt a hallgató. Aztán mérnek Martonvásáron Szent László úton a sebességjelzőnél. Óvatosan mindenki, az irányt nem tudom megállapítani, takarásban van a kütyű. Nóri küldte nekünk, Csorna 86-os fiú, trafi, babakék transporterről Tamás, és a Bécsi úton egy sávra szűkülésnél rendőrség, NAV, katasztrófavédelem, KPM, gyerekek. Érzitek ezt a nyomást, ami most így van, hogy így áll a levegő, ez a vihar előtti csend? A trafi taxokat mondod? Ez időjárás, ez valami elképesztő. Szél nem mozdul, semmi nincs, levegő is alig. Így van. Ugye érzitek, hogy olyan szó benszakad, hang fennakad. Így van, igen. Engem annyira lenyomott, hogy ez nem is jutott eszembe, hogy bennakad a felszegik alá. Jó, mert korán hagytad abba a tanulmányait. Csak igaz, de enni kellett adni a disznónak. Hát azért érted, főleg is volt meló. Azt mondta apám, hogy csak télen járunk iskolába. Így is van. Nem jutottál eledig irodalomórán, igen. Na, megnézzük, hogy ki a hét második játékosa. A verhetetlen rádiós trió felkészült a harcra. Egy műsorvezető, 4 tiltott szó. Fekete, fehér, igen, nem. Felkészültél? Jól gondold meg a választ. Halló, jó reggelt! Sziasztok! Hello, hello! Gergő, szia Gergő, honnan hívtál minket, Gergő? Kiskunfélegyházáról. Kiskunfélegyházáról, milyen idő van? Hát ilyen borongós. Nem sokára esik. Ah, ugye, akkor az mi nálunk egyébként itt Budapesten. Igen. Tehát egy ilyen majdnem vihar, de még nem, de vihar előtti csend, de nem sokára jön. Jön az Armageddon. Mivel foglalkozol, Gergő? Tanulok jelenleg. Mi? A hangod alapján? Megbuktál sokszor, vagy miért? Nem. Érettségi előtt állok. Ja, csak szép dohányoztam. Ez van esti iskola, egy 30 évesen? Nagyon komoly hangoddal. Igen. De hogy 19 vagyok, nappali tagozatom. Jézus Isten. Én 19 évesen még mutáltam. Igen, ez fura, hogy mennyire idősek már. Hello, sziasztok, csajok! Jaj, érettségi. Kivel szeretné játszani, Gergő? Veled, Balázs. Hú, ez kicsit ilyen pajzán volt. Ez nagyon pajzán volt. Ez este egy szórakozóan így szólsz hozzám, hogy Veled, Balázs, akkor egy picit meglepődöm, hogy kivel szeretnél malackodni? Veled, Balázs. Gergő, a kutya fáradt, te kis husi. Na, menjünk akkor, jó? Jani? 3, 2, 1, fire! Itt vagy, husi? Igen. Figyelek rá. Hát igen. Megvagyunk, azt hiszem. Na most. Jó voltál. Kizökkentettük? Kicsi kizökkentettük. Basszus. Igen, megfeledkeztem, hogy én várom. Megám, husi, megám. Husi. Hát, Gergőkém, hát ez nem volt egy hosszú játék. Hát nem. De van még 3 nap a hétből, úgyhogy én itt vagyok. Nincsen már, csak ja, 2, csak mondom. 2 van. Bizony, mert hogy csonka 7 ja, van. Igen,
Jaj. Még szerda, csütörtök. És ha még egyet behúzunk ebből, akkor hello hét. Gergő, arra gondolsz, hogy még van három nap vagy kettő, hogy hívjunk még téged? Hát én törekedni fogok rá, hogy bekerüljek. Igen, ja, háromszor még mindig valamit kimutatsz az első másodpercben. Igen, még nem lőttél le mindent. Gergő, azért mondom, hogy ne pazarolj arra SMS-t, hogy írjál, mert nem nagyon szoktuk azt visszahívni, ha csak meg nem ígérjük, hogy figyelj, ez egy kétes játék volt, nem volt egyértelmű, holnap visszahívunk. Tehát most ne küldj el több száz SMS-t fölöslegesen. Köszönöm, hogy ezt nekem kell kimondani. Igen, hát nem volt egy nagy játék, minden esetre tegyük ezt így hozzá ebben a formában. Szoktál játszani, vagy játszottál valakivel? Még nem. Aha, nem hallottam. Ez pont a játék. Aha. Nem vallom be nekik, hogy hetente háromszor szoktam másfél-két órákat gyakorolni. Hát ezt nem is hinnénk el, igen. Jól van. Gergőkém, jó tanulást neked, és vigyázz az érettségire, jó? Sok sikert hozzá, nagy kalappal. Jó, hát kösz. Várjál neked, tényleg most van. Ugye most május, hát most érettségiztek milyen? Egy hét, két hét? Igen, hát a jövő héten. Hát a jövő héten. Akkor igen. Most még ez a tanulási szünet van, ugye két hétig nem kell suliba járni. Így van még? Sajnos kell. Kell? Nálunk nem kellett. Nálunk is még volt egy érettségi szünet, nálatok nincs? Annak, aki nem érettségizik. Aha. Majd annak lesz a jövő héten. Tényleg? Akkor volt érettségi szüneted, amikor nem érettségiztél? Nem, a érettségi előtt közvetlenül, hát nálunk. Jó, de nyílt a kalász a réten, menni kellett a libákat. Hát mondjuk hajtani, az igaz, nem, de nálatok. Akkor nem kedve menni, azt mondták, hogy tanuljatok gyereket. Tavaszodik felé, nyílik a kalász, irány a mező. Hát ott, te úgy tanultad, nézted a libát, számoltad közben. Nem, úgy ültünk a kocsmába, de tehát, hogy mi készültünk nagyon az érettségire. Na, igen. Gergőkém, nagy kalappal neked, jó? Köszi. Ciao. Szia. Hello. Kicsit olyan bántott volt szegény. Hát gyerekek, hát a lehetőség ott volt. Uh-huh. Hát figyelj, egy nem coming out után, érted, én is azért még zavarba lennék picit. Muszáj volt. Minden játékosnál arra törekszem, hogy kicsit összezavarjam. Hát ez a veled, Balázs, hát erre rá kellett menni. Na, egy érdekes témával folytatjuk a hírek után. Ugye szerintem nincs olyan ember, aki ne hallott volna Tóás előtt ügyéről. Sokan köztük én se értem még mindig, hogy ez a fiú egyébként mit csináltott, hogy keveredett bele, szövevényes az ügy, kusza, titkosszolgálati vonal van benne, valami politikai szál. Igazából minden lehetőség felmerült. Ugye előtt megérkezett, hazajött, itthon van, és mi felhívjuk azt az embert, aki a Baptista Szeretett Szolgálat munkatársaként is dolgozik, és tud nekünk mesélni magáról az akcióról. Uh-huh. Hogyan hozták ki? Hogyan szabadították ki? Egyáltalán volt akció, milyen akció volt, hogy szabadították ki? Elvileg ugye ő legálisan lépte át a határt, kapott teljesen legálisan is. Kapott egy ideiglenes útlevelet. Csak őt ugye a határi kellett elcsempészni, mert hogy közben ugye hát a bolíviai titkosszolgált állítok figyelte, és nem akarták annyira, hogy ő elhagyja az országot. Tehát legálisan hagyta el, viszont váratlanul hagyta el az országot. Azért és minek álcáztak? Ricky Martinnak? Ezt így ebben a formában vagy nem tudom. Lámának, vagy mi lakik arrafelé. Az érdekes a sztori, mert ugye ő kapott börtönbüntetést, de pont annyit kapott, tök érdekes módon, amennyit börtönben ült. Uh-huh. Kiengedték. Hát, itt nagyon sok minden. Kiengedték, és akkor nem adták vissza a papírokat. Tehát, hogy szabad vagy, de nem. Igen, a vádemelés, ahogy vádat emeltek, amennyit ült, hogy nem volt vád, hogy az ügyész vicc leadta, hogy a morál lesz ott közben, miket mondott. Szóval egész így nagyon szövevényes, nem is mondom azt, hogy mi ezt most itt ki tudjuk bogozni, nem. Mert szerintem erre egy politikai háttérműsor is kevés lenne. Ráadásul úgy, hogy szerintem ebben az ügyben soha nem fog kiderülni. Nem. A teljes igazság. Főleg úgy, hogy egyébként nagyon úgy tűnik, hogy Tóás előtt ebben az egész játszmában, itt lett játszmáról beszélni, igazából egy mellékszereplő volt, mert Eduardo Rózsa Flores volt az, aki szerintem tudott mindenről. De hát igen. Ő már ugye elhunyt sajnos. Igen, a rajtaütés, amivel őket megvádolták, amihez elvileg ugye elődnek közösen volt. Mindenesetre maga a kimenekítés azért egy érdekes dolog, és Csaba többször nyilatkozott már nekünk itt a Morning Show-ban, most is vállalta, hogy elmondja, hogy történt, mint történt, hogy lehet valakit legálisan kimenekíteni az országból, hogy csinálták, mennyi ideig szervezték ezt az akciót, és mi történt. Azért ez egy érdekes dolog. Nagyon, és hát Csabánk mindig keresi az izgalmas helyszíneket, emlékeztek Koreától kezdve, már minden onnan bejelentkezett, úgyhogy biztos. Igen, ő kiválóan beszél, nagyon jól nyilatkozik, úgyhogy felhívjuk Lukás Csabát, és megkérdezzük, hogy menekítették ki Tóásó elődött Bolíviából, úgyhogy ezzel folytatjuk a hírek után. És most folytatódik a show, amelyre az ország ébred. A mikrofon mögött az éter nagyágyúi, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez itt a Morning Show. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Itt a Klassz FM-en.
7 óra múlt, pontosan 9 perccel szép reggelt kívánunk. Mindenkinek kedv van, és jön az Armageddon-szerű vihar, gyerekek, készüljetek, itt mindennek vége lesz nem sokára. 90 kilométeres szél, eső, hideg, és minden. Igen. És áll a mikrofonom. Most, ah, igen. Lehet, hogy ezt is elfújt a szél. Ezt is elfújt, ez így jó? Hát, ha tartom. És ha elengeded? Aha. Még oda, ha be tudunk tenni. Egy kis mézet tegyél be a mikrofon. Hát gyerekek, ezen nem azért. Mi egy gyugyó megcsinálja majd, várjál. Újságpapír. Úgy, nagyon jó vagy. Megtámasztottuk. Na, szóval, hogy 90 km/h szelet ígérnek mára, és az északi tengerre. Az északi tengerre. És most utána olvastam, narancs riasztás van több megyében, az már komoly. A nyugati országrész kapja ma a keményet, állítólag 10-15 fok különbség lesz a nyugati és a keleti országrész között, gyerekek. Mi valahol középen áldogálunk, ez azt jelenti, hogy a Duna bal partján majd szél van, a jobb partján nincs, vagy itt 40 km-re feleződik. Attól függ, milyen irányba állunk. Hát ez is igaz. Egész igaz. Igen. De hogy a jobb vagy bal partot, azt mindig úgy kell nézni, hogy a folyó folyam irányba állsz. Tehát, hogy torkolat irányba. A folyás iránynak megfelelő. Így van. Így van. És ha nem tudod, akkor beledobsz valamit a vízbe, bizony, hogy merre viszi. És akkor megnézed. Hát velük már nem tudnának kiszúrni. Nem tudnának. Gyerekek, hárman, mert nagyon okosak. Érted, beledobnánk egy 2 literes pilleparockot, azt hagyd vigye. Ilyen barátságos. Ha nem egyértelmű, mellé szórnánk egy vödör szemet. Ja, gyerekek, Győr elkerülő a határ felé baleset miatt kezd beállni, legkésőbb a fehérvári lehajtónál menjetek le. Koko küldte nekünk. Nagyszenken a Sopron felé haladókat mérik üzeni Attila, Trafipax a Soroksári úton a Hősök terén, M3-as Görbeházi pihenő Debrecen felé szintén trafi, M35-ös, 18-as, 19-es kilométernyi Budapest felé mérnek, Haraszti út elején Trafipax Dunaharaszti felé Papino küldte nekünk, aztán Erzsébeten a Hősök tere után Dunaharaszti felé a felüljáró mellett most állítják az új Trafipaxot, Norbi, M6-os Pécs felé trafi a 25-ös kilométernél szabad kikötő trafi, gyerekek, működik a rendszer. Dolgoznak. Működik a rendszer. Úgyhogy... Hát igen. Valaki írja Armageddon. Szerintem jó. Egyébként ez jó. Armageddon. Armageddon. Én nem tudom, én a fejemen érzem. Ha elmarad, akkor Armageddon, vagy mi? Mi van a hideg, mi van a hideg frontnál, gyerekek? Hogy van? Magyarázzátok meg nekem. Ne, ebben most nem menjünk bele. Ugye, hogy a légnyomás és a kilopászkál, és akkor mit érzel az agyadon, hogy leszakad a fejed? Ha változik, vagy meleg, vagy hideg front jön, akkor borulsz meg. Így van. A hideg front attól hideg front, hogy ahhoz képest, ami van, alacsonyabb hőmérsékletű légtömeg. Menő vagy. Kutyafádat. Menő vagy. Na jó, akkor egy találós kérdés. Nem sündisznó, nem tűpárna, mégis kerek szúrós, hát a nopajtás felé. Ha tudsz, mi lehet az? Csak is kaktusz. A strutz. Nekem is az ugrott be. A strutzban mi szúr? Se hát a csőre. Hát a rím lett volna. Igen. Miért sósak a tengerek? Mert sokat sírnak a halak. Na gyerünk, szakik. Tessék. Édes vízek folynak bele. Igen. Mégis sós a tenger. Miért? Ez azért van, mert amikor kinyaraltok a családdal Tájföldön, soha nem veszed a fáradtságot, hogy bemenjél a budira. Ugye? Szoktam olyan kérdéseken gondolkodok mostanában, ami itt van körülöttünk, ennek lehet, hogy csinálj rovatot, ha nem engeditek ez akkor este. Nincs. Ez mondjuk nincs itt a környékünkön. Teljesen triviális, itt van a hétköznapokban, de mégsem tudod rá egyértelműen a választ. Ugye? Fürdesz benne, ott vagy, de nem érted, édes víz folyik bele. Folyóvízek folynak bele. A folyóvíz édes. Uh-huh. A tenger sós. Miért az sós eső a tenger? Édes, ami beleesik. Az eső sem sós, ami beleesik, mégis sós a tenger. Milyen érdekes. Pár évvel ezelőtt még azon gondolkodott, hogy vagy mikor alszik el a gyerek, és mikor nem bújhatsz oda. Nem, ilyenkor gondolkozom ezen. Mikor nem alszik a gyerek, ilyen kettő ja, körül. Na, még nem gondolkodtam, ha még. Vajon még. És akkor jön ez, hogy te Bali? Miért sós a tenger? Ez nagyon szép kérdés. Hajnali 2:30-kor, miközben büfisztettem a gyereket. Tessék, miért sós a tenger? Na? És odáig is eljutottam már, hogy a földgömb alsó részén lévő emberek miért nem esnek le? Az is egy érdekes kérdés, hogyha én felszállok helikopterrel, és egy helyben lebegek, akkor Párizs alám fordul? Én megyek, rámelegítek a kávéra. Most kísérlek. Mostanában ilyeneken gondolkodom. Hogy alám fordul Párizs? Lebegek egy helyben. Aha. Igen. De nem megyek a légkörre, lebegek egy helyben, és mindig oda, ugyanoda irányítom magam. Párizs így idő után alám fordul. Hogyha egy páronulva leszállsz, akkor mondjuk nem a Szajna partján szállsz már le, hanem a Rúrvidéken. Ugye, hát, ha lebegek, és egy helyben lebegek, és nem mozdulok, akkor Párizs, mint szárazföld, alám fordul. Figyelj, ez nem rossz. Nem fordul alám. Uh-huh. Miért sósak az óceánok, de a holtenger miért sósabb? Na, szóval nem tudjátok, hogy miért sós. De te tudod? Én tudom.
Na, akkor taníts. Az időben kell kerülni. Az időben van a magyarázat. Igen? Az időben. Gyerekek, az időben van a magyarázat. Aha. Figyelj. Hogy régen... Nem. Azért szóval a tenger, mert állóvíz. Nagyon nagy felületű állóvíz. És annyiszor párolgott már föl, aztán csapódott le, párolgott föl, csapódott le, hogy a vízben található só az egész egyszerűen kicsapódott, és a folyók azok úgy állandóan mozognak, tehát kevesebb párolog el belőle. Viszont hatalmas területű állóvíz, mint a Kaszpi-tó, ami szintén tó, de tenger, vagy tenger, de tó. Aha. Ugye, tenger. És a párolgás, kicsapódás, párolgás. És az évmilliók alatt, ez egész egyszerűen a sótartalom kiült. És a Balcsi? Kicsapódott. A Balcsi nem egy akkora felület, meg talán nincs olyan régen. Nem annyira régi. Én tudod, minkor szoktam gondolkodni, amikor például hallom a televízióban, vagy olvasom valahol azt a kifejezést, hogy szakállantitkár, hogy ki nevezte ki, mert büszke vagyok rá, de hogy így, de nem, a hogy a szakállamtitkár, érted, de aha. Hogy micsoda fura képze van. Nem? Legyen, igen, szakállamtitkár. Legyen egy ilyen rovat pénteken valamikor, mint amilyen az utolsó egy órában. Tíz után, persze. Hétköznapi kérdések, amire nem tudjuk a választ. Nem, amiknek a válasz senkit nem érdekel, de minket nagyon foglalkoztam. Amit sose kérdezel meg, de mégsem tudod a választ. Vagy itt van például Tóásó előd esete. Nem? Na, tehát köszönöm, hogy ért. Na, csak azért, mert hogy tóásó, tehát ilyen szó nincs is, mert hogy tómederásó van, de tóásó nincs, hiszen a tavakat nem ássák. Nagyon szép kérdés. Nem, ennek lehet, hogy csinálok egy rovatot egyébként. Én ezt szeretem, jelente ilyeneken gondolkodom, de ennyit az én agymenésemről. Tóásó elő, gyerekek, hát az elmúlt évek egyik legszövevényesebb bűnügye, ha lehet így mondani, ugye, hát tulajdonképpen... Hát a bolíviaiak szerint bűnügy. A bolíviaiak szerint bűnügy, mi itt egyszerűen csak olvastuk a híreket, sajnáltuk őket, mert hogy a terrorizmus vágya ugye soha nem bizonyosodott be, el is engedték, ejtették is a vádat. Ő azt mondja magáról, hogy rosszkor volt rossz helyen, és reméli egyszer ez bebizonyosodik. Mi drukkolunk igazából, nem is gondolunk mást. Minden esetre az ő története nagyon érdekes, szomorú, megrázó, és hál' Isten itthon van, reméljük, hogy hihetünk neki, és valóban ártatlan, én ezt feltételezem róla. Azt egyébként tudjuk, hogy miért ment ki? Hát igen, kalandvágyból. Ez ő konkrétan ezt nyilatkozta, hogy kalandvágyból, ő egyébként egy informatikus, aki, és ha lehet ezt mondani, az ő elbeszélései alapján, vallomásai alapján, ez gyakorlatilag ez az egész történet, ez egy tragédiába torkoló külföldi munkavállalás. Igen, aha. Én szerintem ott egyébként nem ő a magyarázat ennek az egész ügynek, hanem a másik. Igen, Eduardo Rózsa Flores. Eduardo Rózsa Flores, tehát ott kellene elkezdeni a szálak felgöngyölítését. Szerintem az előd az tényleg így ott volt, találkozott vele, belekeveredett, behűítették, elment, és aztán egyszer csak börtönben volt. Tehát én 6 éve mióta ezt olvasom, nagyjából erre tudok kiukadni, hogy ott a másik fiú, ott ő egy ilyen minden Rózsa Flores, igen, egy picit egy ilyen önjelölt csegevara volt. Igen. És ő valószínűleg ő tudna, vagy tud, hát most már nem sajnos, Isten nyugosztalja, ő már nem tud sajnos elmondani ezzel a dologgal kapcsolatban mindent, de a teljes igazságot csak ő ismerhette. Igen, na, és hát megérkezett ő ugye, hazajött, a baptista szeretett szolgálat kimenekítette Bolíviából. Ez a kimenekítés egy érdekes szó, mert hogy nem volt érvényes útlevele. De mégis ő szabadon jöhetett, mehetett Bolíviába, a bolíviai titkosszolgálat mégsem akarta, hogy elhagyja az országot. Ezért adni kellett neki egy útlevelet, amit a magyar külügyintézet, viszont abban nem volt beléptető pecsét, viszont csak úgy tud kilépni, hogyha van beléptető pecsét, itt jött a baptista szeretett szolgálat, akik állítólagosan, de hát ezt majd rögtön elmondja Lukács Csaba, akit már hívunk is, körbejárták a bolíviai határvidéket, és furmányos módon megnézték, hogy hol van a legfelületesebb ellenőrzés, ahol már kicsit alszanak az őrök, és aztán odavitték az elődöt, vágyják a műszakát, és ott csempészték ki. Tehát ez a feltett lábszombréro fűszál a szájban, mert félig elfogyasztott. Tortilla. Szóval a dolog érdekes, minden esetre előd itthon van, mi pedig felhívjuk Lukács Csabát, hogy megkérdezzük az esetről, hogy történt ez a kicsempészés. Csaba itt van velünk. Hello Csaba, jó reggelt kívánunk. Hello, sziasztok, jó reggelt a hallgatóknak is. Hello. Hello. Hát a tőled megszokott vitalitás, lendület és energia. Hajnali órán, igen. Igen. Na, hát... Az elkövetkezendő 10 évben lesz-e olyan hónap az életedben, amikor itthon vagy és nyugodtan ülsz a fenekeden? És mondjuk szentelvényre tudósítasz. Igen. Hát ezt az élet eldönti. Én imádom, hogy te mész állandóan, imádom. Különben még haza sem jöttünk Bolíviából, amikor a Szenci megkérdezte, hogy arról a hegyről átmennék egy másik hegyre Nepálba. Mondtam, hogy most elég van a magas hegyekből, úgyhogy nem szeretnék 1000 méter fölé menni. A legfontosabb, ami engem érdekel, hogy hazahoztatok úgy valakit, hogy ott volt-e veletek Trütko. Ugye, azért emellett nem mehetünk el. Nem volt velünk. Hát Trütko sem régi már. Jól van, komolyra fordítva, Csaba, ki kellett csempészni? Hát azt mondták, vagy azt lehetett olvasni, hogy ő egyébként egy szabad ember volt Bolíviában, nem?
nem volt túlságosan nagy szándék Bolíviában afelől, hogy őt elengedjék. Tehát nem adták vissza az útlevelét, és nem, igazából nem lehetett kiszámítani a reakciót, hogy mi van akkor, hogyha ő megérkezik a határra, és fölismerik. És hát mi nem akartunk kockáztatni, nem szerettük volna ugyanazt kipróbálni, amit Santa Cruzba csináltak egy szállodába 2009 áprilisában, hogy lelőttek három embert úgy, hogy nem kopogtattak. És hát értelemszerűen nulla kockázatra játszottunk, és tavaly januárban végigjártuk az összes határátkelőhelyet, megnéztük azt, hogy hol, milyen műszaki eszközök vannak, mennyi katona, mit néznek, stb. És megtaláltuk ezt a Csungara nevű határátkelőhelyet 4650 méteren, ami azért nagyon húzós, tehát ott a, önmagában a légzés is egy feladat, és más dologra nem nagyon tud koncentrálni. Hol vagy Csaba? A lakásban kicsit hullámzik a térerő, hogy lakás... Nem, kint vagyok az utcán. Ja, kint vagy az utcán. Hát mit jelent, hogy körbejártátok a bolíviai határvidéket? Több ezer kilométert utaztatok, hogy találjátok egy olyan határátkelő helyet, ahol nem intenzív az ellenőrzés? Megnéztük például a perui határátkelő helyeket, ott lett volna egy nagyon jó lehetőség. Van egy olyan határváros, La Paztól nem is messze, ahol minden csütörtökön van egy olyan piac, ahol nincs ellenőrzés, és így hullámzik a tömeg össze-vissza. Tehát át lehet egyik országból vásárolni magad a másikba, és egyebek. De Peru nagyon nagy barátságban van Bolíviával, és hogyha kiadtak volna egy körözést, akkor féltük, hogy onnan visszaadnak, nem csak elődött, hanem minket is. Ezért inkább a chilei határátkelőhelyeket néztünk meg, és igen, azokból többet nem néztünk. Arról lehet tudni, hogy egyébként, ha leült a büntetését, ejtették a várat, akkor miért nem adták vissza az útlevelét? Hát nem szerették volna, hogy elmenjen. Előd aláírt egy ilyen megállapodást terült, hogy 30-90 napig még marad az országban, hogy elintézzen bizonyos jogi problémákat. Ez nincs kimondva, de arról szól, bolíviaiak azt szerették volna elérni, hogy ő visszavonja a nemzetközi pereket, és cserébe fizetnek valamit. De a kereslet nagyon nem találkozott a kínálattal, és az elmúlt három hétben nem is tárgyalt a kormány vele, úgyhogy előre észrevette, hogy itt időhúzással játszik a dolog, és félő volt, hogyha lejár ez a 90 nap, akkor esetleg más eszközökhöz nyúlnak, és baleset éri, vagy bármiféle más atrocitás. Ezért, mivel ő a 61 néhány napnál tartott a vállalt egyességből, és a 31. napon is eljöhetett az egyesség értelmében, ezért úgy döntött, hogy hazajön. Ilyenkor a bolíviai hatóságoktól idegenes papírokat nem is kap. Hát ez fura, hogy a hétköznapokat úgy élő, hogy nincsen el semmilyen papír, amivel igazolni tudna magát. És így egy bármelyik rendőr adta neki egy telefonszámot, hogyha valaki megállítja és zargatja, akkor hívja fel ezt a számot, és akkor a belügyminiszter leugatja azt a rendőrt, aki... Jézus Isten, hol tart azért ez az ország? Ezt így halva, igen, hát nem voltak nagyon másfajta képzeteim Bolíviával kapcsolatban, de azért ez így elképesztő, hogy hogy működik ott a rendőrségek egyáltalán. Képzeljétek el azt a helyzetet, hogy Bolíviába bezárnak, ott ülsz néhány évet a börtönbe, és utána, amikor lépsz ki a határon, megbüntetnek napi $2 túltartózkodásért. Tehát ezt is szerettük volna elkerülni, ne kelljen a 6 börtönévére, nem tudom, $4000 kifizetni, mert túltartózkodott az országban. Na most, hogy 6 évig volt ugye börtönben, én, hogyha ott börtönben lennék, akkor én menekülnék ebből az országból, hogy ne kelljen ott maradnom. Ő meg még beperelte az államot? Jól értem, te most ezt mondtad? Hogy ő már 2010-ben, tehát nem ő, hanem a családja nyilván, tehát az Inter-Amerikai Bíróságon, vagy Amerika Közi Bíróságon, ami olyan, mint nekünk Strasbourg, tehát az amerikai államoknak a nemzetközi bírósága, ott elindítottak egy pert, nem csak ő van benne ebben, hanem a Martin Dwyer édesanyja, ha jól tudom, akkor a magyar Orsi Árpád édesanyja is, meg a Martin Tadis is, és hát sajnos ennek a bíróságnak nagyon lassan őrülnek malmai, de el fognak egyszer jutni az ítéletig, és Bolívia érzi, hogy ezt el fogja bukni. És ezért volna... kellett volna a Tóásot elhallgattatni például, igen, ha ott marad. Igen, ha, így most már világos. Ja. Na, és akkor jártátok a határvidéket, valahol találkoztatok előddel, aki egyszer csak bepattant egy kocsiba, és irány a határ, hogy történt? Az volt az egyenség, hogy nem találkozunk vele, mert hogyha megfigyelik, akkor ne derüljön ki, hogy el akar jönni, nem is hozhatott csomagot. És akkor vannak már ilyen műszaki eszközök, különböző ilyen üzenetküldők, amelyeket állítólag nem tudnak lehallgatni, bízunk benne, hogy az így is van. És mi megküldtünk neki egy koordinátát, hogy péntek reggel ezen és ezen a sarkon 8:00-kor beülsz a taxiból a mi autónkba. És akkor vártuk egy autóba, ugyanúgy vártuk egy másik utcasarkon a Mario Tadicot is. Ő egy katona volt korábban, tehát ő ezt nagyon profin csinálta, a taxiból átszállt egyikből a másikba, nézte, hogy követik-e, és akkor beültek mindketten az autóba, összes mobiltelefon kikapcsolni, hogy ne tudjanak azzal bemérni, és akkor nyílegyenesen elindultunk a határnak, ami 4,5 órára van a fővárostól. És akkor kiszállt a taxiból, átszállt az autóba. És azonnal indultunk, igen. Aha, igen. És ott nem követett benneteket senki, vagy ott nem láttatok? Hát néztünk a tükörbe, de mondom, úgy volt a taxi cserékkel is, hogy azért ezt nagyon jól meg lehet csinálni, hogy egy forgalmas úton kiszállsz a taxiból, átmész az ellen irányba, beszállsz egy másik taxiba, ahogy egy rendőr követ, akkor neki, amíg megfordul, azért van időt, hogy eltűnjön.
Nem volt ez egy picit paranoia, hogy vele még így foglalkoznak? Hát akkor elmondom nektek, hogy ma éjszaka kiállt a belügyminiszter Bolíviában, és nyilvánosságra hozta a mi adatainkat, azt is, hogy hol léptünk be, hol léptünk ki, hol szálltunk meg. Tehát ez azt igazolja, hogy jogos volt a félelem, és ráadásul ebben az ügyben a bolívok újra törvénysértést követtek el, mert ugyanazt a belügyminiszter is elismerte, hogy jogosan lépte át a határt, vagy jogosan hoztuk ki, de a mi adatainkat a mi megkérdezésünk nélkül nyilvánosságra hozta, és hát az elnök nagyon hű hívei, akik hát azért ott is egy elég feszült politikai háború van, hogyha engem most megtalálnának, akkor lehet, hogy vészpolicővel kérdeznének meg, hogy miért hoztam el tolásót. Tehát az elkövetkező években nekünk, akik kint voltunk, nem tanácsos Bolíviába menni. Lehet, hogy nem lenne jó, igen. Ez azt jelenti, hogy figyeltek benneteket, tehát pontosan tudták, hogy hol léptek be, mikor léptetek be, hol léptetek ki, tehát akkor volt megfigyelés. Szerintem ezt utólag szedték ki, azért nem ennyire profik, csak most a belügyminiszter az elnök fele meg akarja mutatni, hogy hát milyenféle a rajta tartottuk a dolgok ütőjelén a kezünket. Tök érdekes egyébként, de hogy így hallgatlak, meg így olvasom így az újságcikkeket ezzel az ügyel kapcsolatban, mindig csak egy teljesen szubjektív vélemény, meg ez az én saját véleményem, de hogy őszintén egy kérdés, hogy egy épeszű európai ember mit keres ebben az országban? Most rólam van szó, vagy előtt? Nem, hát inkább előttről, nyilván. Ők kalandvágyból ment, azt lehetett olvasni, hát nem? Hogy munka, igen, hogy belekeveredett. Azért legyünk tényszerűek, Magyarországon nem túl jók a fizetések, hogyha most feladnál egy hirdetést, hogy egy exotikus latin-amerikai ország, jó, Bolíviának most rossz a híre, mert sokat volt a sajtó, de mondjuk az utóbbi 20 évben. Peruba vagy Kolumbiába van egy nagyon jó munkalehetőség, és gyere el, szerintem az is sokan fiatalok jelentkeznének. Így vagyunk összerakva, hogy amikor fiatal vagy, akkor ki akarsz próbálni dolgokat. Hát igen, egyébként előtt hogy van, de ez a legfontosabb. Hát megviselte ez a dolog, megviselte az, hogy ott kellett hagyni a feleségét, meg hát út, tehát ő most 6 év után először jött haza. Azt gondolom, hogy idő kell neki, és össze fogja szedni magát. Én minden évben meglátogattam a börtönben, nagyon szimpatikus fiatalember, és én azt hiszem, hogy ebből föl tud állni ebből a dologból. Önmagában az csoda, hogy túlélte ezt a börtönt, tehát nagyon durva körülmények között volt, és azt szokták mondani Bolíviában, hogy ott minden eltöltött év legalább duplán számít, én azt mondom, hogy legalább 4-szeresét, tehát önmagában az, hogy túlélte ezt a 6 évet, az egy csoda. Attól, hogy attól nem kell félni, hogy mondjuk amiért nem legális körülmények között hagyta el az országot, meg ilyen körülmények között esetleg veszélybe kerülhet a felesége, vagy a feleségének a családja? Azt a belügyminiszter is elismerte, hogy legálisan léptünk ki az országból, tehát ebben nem tudnak mit csinálni. Nyilván benne van a pakliba, hogy most a családot szivatni fogják, bízunk benne, hogy nem, és azért mindent megtesz a szeretett szolgálat, hogy a család is minél hamarabb kijöjjön. Őket is ki akarjátok hozni? Igen, hát őket nem kell kihozni azon túl, hogy nekik van, ők szabad emberek. Persze, hát ők eljöhetnek, igen. Van. Amikor jelzik, hogy jönnének, akkor veszünk egy repülőjegyet, és megoldjuk a magyarországi utazásukat. Mondtad, hogy évente voltál kint a börtönben. A börtönről tudsz mondani néhány szót egyébként, hogy mit tapasztaltál? Hát a világ egyetlen olyan börtönnel, ahol nem kell becsempészni a kábítószert, ebben gyártják. Bent a börtönben? Bent a kokain gyártanak. Jézus Mária! 180 forintnyi, egy 90%-os tisztaságú kokainnak a gramja, úgyhogy viszonylag akciósan lehet kapni. Ennél fogva nagyon sokan használják is. Nem is, hogy egymásnak adják el, vagy gyártják, és kint értékesítik, és a befolyt pénzből hát tartják fönn magukat? Elég komoly a tábor, tehát a 600 főre tervezett börtönben 8000-en laknak, úgyhogy elég komoly fogyasztói réteg összegyűlt ott is. A 600 fős börtönben 8000-en? 8000-en. Jézus, legális bent a termesztés? Tehát, hogy tudnak róla börtönőr? Nem legális, de az sem legális, hogy például, amikor börtönlázadás van, akkor nehéz, hogy velek kellőnek egymásra a rabok. Ez európai felfoghatatlan. Tehát, hogy fegyverek vannak, mert az, hogy szúró, vágóeszköz van ment egy rabnál, az oké, hogy nehéz fegyverek vannak a raboknál. Tehát amikor én először kimentem, akkor megnéztem ilyen drogcsempészekről szóló filmet, és azt hittem, hogy a rendezőknek a fantáziája kicsit megszaladt. És ebben a börtönben kiderült, hogy nagyon szegényes a rendezők fantáziája. Hát képzeljétek el, 8 részleg van ebben a börtönben, és az egyik részlegben, a Populáció nevűben beköltözhet a család. Tehát, hogyha mondjuk kisebb ügyekért vagy elzárva, nyilván az előd ügye az egy kiemelt ügy volt, ő terrorista gyanúval ugye az egyik szigorított részem volt, de a börtönnek vannak olyan részei, ahol mondjuk elítélnek téged tyúklopásért, nem tudom miért, és hogyha van pénzed, akkor a feleséged és a gyereket beköltözhet hozzá a cellába, a gyerek onnan reggel elmegy iskolába, a feleség kimegy a piacra, bevásárol, visszajön, megfőz, stb. Ez nagyon fura. Ez nagyon fura. Tehát a ház urát egyedül nem engedik el, de más mindenki a családból szabadon mozog. És az elődött miből élt, vagy miből tartotta fenn magát a börtönben? Egy nagyon érdekes helyzet van, amit azért lehet, hogy Magyarországon is be lehetne vezetni. A bolív állam azt mondja, hogy aki börtönbe került, az elveszítette a jogát a társadalommal szemben, hogy eltartsák.
ezért nem adnak enni senkinek. Ez egy nagyon kegyetlen helyzet a külföldivel, hiszen neki nincsenek rokonai, hogy naponta bevigyenek kaját, viszont annyira humánus ez a rendszer, hogy a bolívok naponta meglátogathatják a rokonaikat, akik bent vannak, és vihetnek neki be ételt. Hát akinek nincs rokonat, az még az így jár, az mindenféle dolgokat kell csináljon, előtt például angolul tanította a raptársait, vagy ilyen műtőröket rakott össze, tehát valahogy pénzt kell szerezni, mert egész egyszerűen éjjel halsz. Ki fizetett a másik rab fizet azért, hogy mondjuk az előd angolul tanította, és akkor abban élt kajával. Vagy mit tudom, kitakarítod a másiknak a celláját, tehát itt azért nagyon erős hierarchia van, akinek van pénze, az nagy király a börtönbe is. Nekem engem például, ugye előd neves rab volt ebben a börtönben, tehát azért is élte túl szerintem. És amikor én mentem, akkor mondták, hogy na hát jött egy magyar újságíró, azért azt tudták rólam a raptársak, hogy újságíró vagyok, és fel akart vágni az egyik raptársa, aki egy ilyen kokabáró volt, és megmutatta nekem, hogy ő 8 cellát megvásárolt. Ebben a börtönben öröklakásként meg lehet venni a cellákat, ilyen 15 000 dollár körül. Elképesztő. Tehát, hogy megveszed, tudod, hogy 6 évig vagy bent, és akkor azt mondod, hogy arra a 6 évre te kifizeted? Befektetésként megveszed, és ha kikerültél, utána kiadott. Tehát előd is 80 dollár fizetett havonta lagvért a cellájáért. Tehát, hogyha bekerülsz Bolíviába egy börtönbe, az nem jelenti azt, hogy van fekvőhelyed. Ha nincs pénzed, akkor a folyosón alszol, vagy az udvaron. Tehát elődleg is 80 dollárba került a cella, de hogy lezárjam az előző gondolatot, ez a kokabáró fel akart vágni, vagy meg akarta mutatni, hogy neki milyen jól megy, és akkor megmutatta, hogy 6 cellát megvásárolt, tehát egyben nyitatta, volt egy nagy tárgyaló benne, meg egy jacuzzi, és akkor ő ült a jacuzziban, behívatta. Ez nagyon beteg. Ez nagyon ez az embereit, mint egy film. És gyakorlatilag védve volt, mert a konkurencia nem tudta ugye zaklatni, mert nem tudtak bemenni a börtönbe, és akkor kiadta az utasításokat, hogy akkor hozzá vigyél 8 tonnát oda, 3 tonnát oda, ezt intézzétek el, ezt öljétek meg. Tehát ilyen teljesen elképesztő. De isteni szerencse, hogy az előd ilyen körülmények között egyet életbe tudott maradni. Mondom, csoda, tehát nyelvtudás nélkül, igen, tehát hogy túlélte ezt a 6 évet, ott valaki egyszer csak szárnyai alá vette, vagy társult egy... olyan, szerencsére találtunk egy olyan nőt, aki Magyarországról ment férhez Bolíviába, és ő minden csütörtökön bement, és bevitte azt a csomagot, amit előző héten összeért. Tehát ő írt egy listát, hogy kérek 30 tojást, meg 2 kiló krumplit, meg stb. És azt következő csütörtökön bevitte a nő, és ezt a pénzt meg Edith, aki nagyon keményen dolgozott ezen a történeten, tehát elődnek a testvére, ő oroszlánként dolgozott, megtanult spanyolul, elvégezte a jogi egyetemet, és gyakorlatilag egyedül elérte, hogy nemzetközi szinteken foglalkozzanak az ügyel, és ő küldött ki pénzt ennek a magyar nőnek, ma már hál' Istennek ez megoldható, tehát fölteszed és ott leveszi a számláról, és ő vitte be az első években ez a magyar nő hordta az ételt, később meg a felesége. Tehát azért minden nap kapott meleg ételt a börtönben. És ott főzik meg egyébként? Tehát van kis tűzhely? Hát mindenkinek amilyen van, ennél fogva mindenkinek elég nagy konyhakései is vannak, úgyhogy ha konfliktusok adódnak a rabok között, akkor egész macsetékkel tudnak egymással harcolni. Volt börtönlázadás a 6 év alatt egyébként? Abban a börtönben, ahova őt minden második héten elvitték, egy olyan apró konfliktus volt, aminek 30 halottja és 54 sérültje volt. De hogy ez aprónak számít? Hát ott mindennaposak az, hogy tehát, úgy képzeljétek el, hogy a börtönőrök csak azzal foglalkoznak, hogy senki nem menjen a falakon kívül. De hogy benn mi történik, az a rabok úgymond belügye, és esténként megszámolják az áldozatokat. És így gyakorlatilag szinte naponta van úgy, hogy vagy halottat találnak, vagy súlyosan sérült embert. Arra is volt példa, hogy mennyire abszurd ez a helyzet, hogy ez egy úgy nagyon magas börtönfalak vannak, és valaki éjjel leesett a falról, kiesett a börtönből, eltörte a lábait, valahogy oda kúszott a kaphoz, és dörömbölt órákon keresztül engedjék vissza, és azt hitték, hogy egy részeg látogató is. Gyakorlatilag nem engedték vissza. Úristen, ez egy ilyen nem létező hely. Ez sehol nincs ország, tehát sehol nincs város. Aki kiesett, az is érdekes, hogy hogy esik, akkor meg ki tudsz ugrani. Tehát kiesik a börtönből. Hát nem azért 8 méterről azért belehalsz, hogyha... De például volt arra is példa, hogy valaki kimásztak. Én inkább ugranék, mint ott maradjak. Majd bemegy, hogy engedjetek vissza, és menj ne hülye részek, és elment a rab, és nem engedték vissza a börtönbe. Nem tudom felmenni, mert volt a törve a lába, úgyhogy... Na jó, hát most ha el is van törve a lába, nem az ajtóhoz megyek, akkor elkúszom az első bokorig. Tehát ez nagyon-nagyon-nagyon furcsa. Nagyon furcsa. De előtt egyébként nyilván ezt ő még most nem tudja, de hogy lelkileg azért ezen túl lenni, hát azért az egy nagy meló lesz, legalább akkora meló, mint ezt az egészet túlélni. Nem erről beszélgettetek? Fogjuk ajánlani neki, hogy ilyen pszichológussal beszélgessen. Igen, hát önmagában ez a kérdés. Amikor most fáradt, akkor spanyolul szólal meg. Tehát olyan szinten hatott rá ez a 6 év, nagyon profi megtanult spanyolul, értelemszerűen, hiszen 6 évig nem beszéltett magyarul, hogyha most például jöttünk a repülőn, és
hogy nézte a filmet, és odafordult hozzám, és spanyolul kezdett beszélni, és jeleztem, hogy ha-hó, én ezt nem értem, úgyhogy légy szíves magyarul. Tehát olyan szinten az agy átállt erre a dologra, ez egy nagyon komoly meló lesz, hogy visszakerüljön a magyar hétköznapokba. Hát igen, ezt így felfogni fejjel is, igen, nagyon-nagyon nehéz elképzelni az ottani viszonyokat, hát ez lehetetlen egyébként. Még talán egy olyan embernek is, aki úgy hallgat bennünket, hogy volt egy magyarországi börtönben, hát ahhoz képest azért ez nagyon... Hát csak mondom, hogy ez a hozmalucai börtönnek a faláról nem lehet leesni például, hát, tehát tudsz leesni, és ez nem megy vissza arra, igen. Elképzelhetetlenek ott a viszonyok, az egy másik ország, és érdekes módon például, amikor voltunk Peruba is, én az elég sokat járok ilyen helyeken, és elmondtuk, hogy Magyarországon milyennek a börtönviszonyok, és nem hitték el, hogy mit tudom, ételt adnak, meg stb. Viszont van egy nagyon érdekes kérdés, ami Latin-Amerikában természetes, itt meg Magyarországon nem, és ezért úgy néztek ránk, mint egy barbár ország, ahol borzasztóak a börtönviszonyok. Latin-Amerikában természetes, hogyha valakinek szüksége van például nőre, vagy van felesége, akkor az naponta meglátogathatja. Ha meg nincs felesége, akkor igénybe vehet fizetőszolgáltatást, és természetes, hogy beengedik a rabokhoz. De mitől amikor... fontosabb az örömlány, mint az étel? Én ezt nem értem. Tehát, hogy azt mondják, hogy étel legyen, ne legyen. Ágy legyen, ne legyen. Lányok legyenek, legyen. Tehát, hogy ki hozta meg ezt a döntést, hogy kaját nem adunk, de csajozni csajozhatok. Hát nem életszerű. A börtönigazgatót nem kérdeztem meg, de a perui börtönigazgató, akinek ezt elmondtam, az minket lebarbározott, hogy milyen barbár ország, hogy nálunk ezt nem lehet. És azt mondta, hogy ha a rabok ezt a szükségletüket nem végzik el, akkor kezelhetetlenek. Ja, mert egyébként egy macsetával, meg sátgánokkal, meg nem tudom, napi 30 halottal egyébként egész kezelhető társaság. Persze. Mint egy osztálykirándulás. Igen, mert ha nem lenne nő, akkor 500 halott lenne. Hát ahhoz este képest bemegyünk, 30... kihúzzuk a halottakat, de egyébként kezelhető a társaság, hiszen vannak nők. Érdekes. Egyébként igen. Hát Csaba, ez egy izgalmas kaland volt, egy újabb izgalmas kaland. Köszönjük szépen, hogy neked nekünk ezt elmondtad. Hova készülsz, hogy mi a következő? Hát mondom, Nepálba elment a csapat, de én most nem szeretnék az egyik hegyről a másikra elmenni, azért 4650 métert nagyon megvisel. Nem hát csak ilyen fizikailag, lelkileg is persze, meg hát Nepálban, ami várna, az szintén lelkileg azért eléggé megviselne. Igen. Úgyhogy most pihenés van, meglátjuk, hogy mit hol a jövőn. Jó, szóljál, hogy hol vagy, mindenképpen, hogy tudjunk beszélni. Jó? Így lesz. Nagyon-nagyon szépen köszönjük. Vigyázz magadra, jó munkát, köszi. Köszönjük szépen. Hello. Lukács Csaba újságíró, aptista szeretett szolgált munkatársát hallottuk. Felfoghatatlan. 600 fős börtön, 8000-en vannak benne, ahhoz mit szól a Strasbourg? Nem is értenék. Érdekes volt egy ilyen világba bepillantani. Hát én nem tudom, kalandvágy ide vagy oda, azért ha nem lenne munkám, és azt szánk, hogy azért dolgozzak itthon asztalos segédként, hogy menjek Bolíviába, hát azért az egy komoly kalandvágy. Azért Bolíviának nem most romlott meg egyébként nem. A híre, az már az utóbbi 20 évben is olyan volt, ha meg kalandot akarsz, akkor menjél el a Bering-tengerre rákhalászni, nem? Igen. Na jól van. Folytatjuk játékkal, jó? Aki játszana velünk, Óven bácsit, Berunénit írja nekünk SMS, mi pedig jövünk a hírek után. 3:48 múlt, pontosan. Egy perccel jó reggelt kívánunk mindenkinek, itt vagyunk. Na gyerekek, már a lámpa is felkapcsolódott. Uh-huh. Úgy, jó van. De egy mozdulattal mindez tud csinálni. Meg, minden most a lámpa, ég, mikrofon, állvány, tartó állvány, alátámasztva nézzel, minden van. Dolgozunk az ügyön. Na, hát elképesztő dolgokat mondott Csaba, még továbbra is ezt a beszélgetést vittük tovább egy kicsit gondolatban, tehát a 8 méterről kiugró rab, aki eltöri a lábát, visszakúszik a bejárathoz, és nem elküldik, megenni, mert részeg. Mert azt hiszik róla, hogy egy részeg, aki be akar jönni, egy részeg család, akik elnézte a látogatási időt. Seki sebe? Itt nem jössz be, te gyökér, menj haza, aludj ki maga. Jövök. Igen, kaját ne kapjanak, csajt kapjanak, legyen bent fegyver, védjék meg magukat, mondják meg, hogy hány halott van, nap végén kihozzuk. Uh-huh. Tehát, hogy fogalma, ezt szerintem elképzelni se tudjuk. Vásárolhassanak cellákat, érted? Gondolom már a celláknak is van külön helyrajzi számú, érted? A drogbáró, aki megvett 4 cellát és berakatott egy jacuzzit. De megkérdezed a börtön vezetőségétől, főnök, nem zavarná, ha lenne itt egy jacuzzi? Azt mondja, hogy nem. Figyelj, vagy nem kérdezed meg, akkor hogy hozod be? Figyelj, minden a pénzem múlik. Tehát egy ilyen rendőrállamban, ha pénzed van, bármit van. Tehát tulajdonképpen pénzzel bármit elintézel. Tehát szinte csak szabadságot nem tudsz venni. Tehát nőt veszel, jacuzzit veszel, börtönőrt fizetsz le, megveszel magadnak politikusokat, államügyészeket, ügyvédeket, bárkit. Hát az egész átvalítatva a korrupciótól. Hát azért láttuk ennél az ügynél is, meg ahogy ezt az egészet intézték, meg amit már hallottunk Bolíviáról, meg egyáltalán az elkapott drogfutárokról. Hát volt náluk ugye vendég itt a stúdióban egy magyar drogfutár, aki hasonlóan egy dél-amerikai börtönbe szabadult, és ő is ugyanezeket a történeteket mondta. Igen, elkapnak egy kicsit egy kilóval, miközben tudják, hogy átmegy a másik oldalon 30-50-500 kiló, csak föl kell mutatni statisztikailag, hogy mi viszont elkaptuk a hülye bepalizott, nem tudom,
németet vagy magyart, aki fél kiló kokainnal átsétált, mert Hamburgba rávették, hogy majd kap ezért egy Opel Astrát. Tehát ezzel a témával igen, már ugye mi is foglalkoztunk elég igen. sokáig. Tehát tényleg nem akarok kötni az ebet akaróhoz, de most őszintén, hogy az ember ilyen történeteket hall akár nálunk, vagy olvas újságba, látja a televízióba, akkor minek akar elmenni egy ilyen országba, hogyha... Igen, hát erről beszéltünk, hogy azért nem pózolok három darab fegyverrel, nem? Szóval, hogy fura az egész. Nyilván kibogozni mi ezt nem fogjuk tudni, minden esetre ezt izgalmas volt hallani. Többen köszönik neked a rákhalász tippet, hogy akkor arra akkor mennek, inkább jó? Oda. Srácok. Akkor inkább oda. Na játszunk Oven bácsival és Berulénivel már is. Nem gond, ha nem vágod a pároloktató bináris nyelvét. De ha jó a füled, kitalálhatod, mit dúdolnak a buckalakok vidám szomszédai. Oven bácsi és Berunéni a Párafarm csalogányai. Halló, jó reggelt! Sziasztok, Réka vagyok. Szia! Hello. Réka, milyen jó a hangod, Réka. Miért vagy ennyire boldog? Hát képzétek el, szombaton kiköltözök Máltára, úgyhogy most eléggé felvédom. Nyelvtanfolyam, mi? Na, az egy fokkal jobb, mint Bolívia. Igen. És mit csinálsz? Hát reményem szerint dolgozni fogok. Jaj, de ellenőrizted, hogy hova mész, nem fogják elvenni az útleveledet, nem hirtelen majd nem egy, nem tudom, topless bárba találod magad, nem? Tehát azért neki utána néztél? Persze, igen. És kihez mész? Még nincsen meg konkrétan munka, még csak állásinterjúk vannak, de ilyen irodai adminisztratív munkát. Hmm. Jaj, telefonszámot hagyjál itthon. Máltára megyek irodai adminisztrátornak. Az ember már annyira bizalmatlan egyébként, hogy így hat helyen csekkoltasd le, nézz utána, kérje referenciát, nehogy úgy jár el, mint sokan. Uh-huh. Hát igen, akkor azért nem a Balkán. Na, ez igaz, de azért benned is van egy pici kalandvágy, hogyha úgy mész ki, hogy még nincsen leszervezve a meló. Igen. Hát úgy nehéz munkát kapni, hogy itt tanulsz a fotelba. Hát ez igaz, és valakit van kint. Most megfogtál. Valakit van kint, vagy ismerős, barátnő valaki? Nem, senki. Csak így kimész egyedül? Igen. Mennyi idős vagy? 24. És a szülők mit szóltak? Hát a nővérem már nem volt, mint három évben tett Tájvánba, úgyhogy már szokták így. Kalandvágyó család. És mit csináltad kint? Kicsoda, még egyszer? Mit csinált kint? Ő tanult, ösztöndíjjal ment ki. Ösztöndíjjal ment ki. Kínaiul. Uh-huh. És most, hogy Máltát, nagyon sokan mennek Londonba, Angliába. Melegebb. Hát ott rossz az idő, Londonba. Lábad, ennyi. A londoniak tanácsolták, hogy ne ide gyere, hanem menj, ahova akar. Inkább Máltára például. Csak hát igazából az volt az ötlet, hogy munka után nem a budapesti körúton szeretnék sétálni, hanem a tengerparton is úgy tenni a delfinekkel, és ez volt az ötlet, és akkor így jön Máltára. Ja, ha. Ez jó egyébként, tehát, hogy úszkálni a delfinekkel, és egy kis adminisztratív munka Máltán. Jó, hát figyelj, mikor, ha nem most, ilyen fiatalon, nem? Én meg csőröznék a hableányokkal. De nekünk már az a jó elmenni, Anikám. Nekünk ez már nagyon elmenni. De Málta gyönyörű, jól választottál. Voltál? Nem, láttam róla nagyon sok színes képet, és Feri is mesél. Tudod, pont ez van, ezt úgy szeretem. Gyönyörű. Málta gyönyörű. Indulj, csak hozzá menni. Jaj, nem ismerlek én, azt gondolom, hogy hatszor voltál Máltára. Úgy tudod, Valetta és Málta. És így van, és Bozó, és a máltai lovagrend. Én megvettelek simán, tehát abszolút elhittem. Na jó van, azért játszunk még előtte egy jót, ez akkor egy ilyen kis búcsújáték. Hm? Jó, rendben. Jó? Réka, figyelj, mutatjuk, mit csinál Oven bácsi Beru néni. Hát egy másik bolygón vannak, nem a Tatooine-on. Igen, de náluk más. Igen. Na figyelj, egy nagyon rövid részlet lesz, annyit elmondok, hogy ez most nem sorozat, hanem egy nagy mozisiker, ha lehet így mondani. Jó? Oké. Okay. Figyelj, több részből áll. A büdös életben hát az a Csillagok háborúja? Az biztos, nem? Uh-huh. De elnézzük neked, hiszen ez az utolsó okay. játékod. Ki tudja. Uh-huh. Hallunk-e még rólad? Várjál. Na figyelj, mutatjuk Harry még Potter. Egyszer. Micsoda? Harry Potter. Az bizony. Hát ez hogy találtad ki? Ez hogy jön? Barátnőm írta meg szerintem. Ja, megírta azért, mert hogy nem is annyira jellegzetes azért ez a dal. Igen, de igen, a szárvolcai mondtam, azt hiszem, hogy valaki felugrott, mondom, jó, de nekem sem volt ez a... Igen, Harry Potter. Ugyanaz a fő címdal, minden 5-6-8 részben, nem tudom mennyi volt. Zsül bólogat, ő ugyanaz. Látta egyedül így minden 8-at. Ugyanaz. Jól van, hát igen, Oven bácsi Beru néni Harry Pottert nézte, Réka, úgyhogy megvan neked az ajándékcsomagod. Jó, de jó, köszönöm szépen. Mikor indulsz? Szombaton. Szombaton, addigra aha, nem ér oda. Ajjaj. Húha, gyere be érte. Az is jó, ha bejössz, igen. Vagy adsz egy máltai címet, legalább tudjuk, hol keressünk. Így van, legalább van szállásunk. ki tudunk hozzád menni egyébként. A tengerpart nem olyan szép, attól olyan sokat ne várjál, sziklás. Na jó de az. Vannak homokos részek. Viszont ha imádod a középkori erődítményeket, ott abból van bőven. Engem.
Réka, vigyázz magadra, jó munkát neked! Jó, rendben, köszönöm, sziasztok! Ciao, hello! Igen, aki a lovagrendben majd meglubacskáztatják. Azonnal elindult a fantáziája mindenkinek, igen. Gyerekek, hát sajnos ez a helyzet, menni kell, nem? Az ember fiatal. 20 évesen. 20-23 évesen, hát meg kell próbálni. Hát ez azért már nálunk egyre kevésbé működik. Hát amíg fiatal az ember, addig menjen. Akkor maradjunk. Amíg még csak egy bottal tudunk menni. Hát nekünk részben ez a dolog elment. Ez a dolog részben nem. De mindig lehet új életet kezdeni. Hát, de most már azért családdal összepakolni, az nem olyan, mint 20 évesen kimegyek, és akkor mondjuk egy fél év múlva visszajövök, mert nem jött be. Hát érdekes dolog. Hát velik kell egy nagy levegőt, igen. Az egyik barátom pont most fog egyébként cuccolni az egész családdal együtt. Jó, mennek, hova tudjuk? Meg? Egyesült Államok. Hát mondjuk az jó azért. Gyerekek megtanulnak angolul. Hát messze van, ha haza akarsz jönni valami, úgy van, anyukád itt marad, akkor hazaszaladsz. Így van, nincsen üveges lecsó. Hát az elég nagy hiba. Az amcsiknál elég nagy hiba. Hogy a régi jó dolgokban nem maradja, nem lesz kóbász, nem lesz kóbász, disznósajt. Üveges lecsó, 40%-os tévépaprika tartalommal, hol van az már, ma már minden 30%. Menni kell, tehát nincs ez, az egy nagy levegő. Nekem egyetlen bajom van ezzel az elindulással, hogy valahogy kicsit mindig kívülálló vagy. Én nagyon kevés olyan ismerőstől hallom azt, hogy úgy igazán megtalálta. Tehát, hogy úgy azért az baromi nehéz, hogy úgy nézzenek rád, beilleszkedjen. Nyilván, ha van egy adott országban egy magyar kolónia, akik bevesznek, és akkor ott építesz kapcsolatokat, bár az amerikaiak egyébként ebből a szempontból elég nyitottak, tehát ott náluk azért nagyon sok bevándorló, nagyon sok idegen nyelvű, nagyon sok spanyol ajkú van, tehát ők azért ezt jól tolerálják. De ott is örülnek azért neki, hogyha jól beszéled a nyelvet, meg van valami szakma a kezedbe. Azt viszont nagyon megbecsülik. Tehát ha te értesz hozzá, akkor mindegy, hogy honnan jöttél. Ha jó vagy, megfizetnek, megbecsülik. Mekkorák a gyerekek? Hát a világ most 13 éves, a másikról nem sokat tudok. Hogy jön ez most? Egyébként mindig azt gondolja az ember, hogy jaj, mi lesz a gyereke. A gyerek a legkönnyebben reagál erre, és a legjobban veszi fel a fordulatszámot, egy év alatt szippantja föl a nyelvet, lesznek új barátai az iskolában. Tehát ez inkább egy ilyen kifogás, hogy na jó, de hát a gyerek miatt már nem. A szülők gyerek jobban félnek. Hogyne? A változástól. Igen. Ez nagy kaland. Hova mennek, tudják, vagy csak úgy elindulnak? Nem, valószínűleg Kalifornia. Hát tudod, meleg. Magyarok, érted, fűtésszámla, réme ott lebeg a fej felett. A rezsicsökkentés igazából Kaliforniában van. Igen, csak egy kifizesse helyet. M1-es Bécs felé teljes útzára 117-es kilométernél baleset van, ezt Erik küldte nekünk. Ne legyetek ilyen rossz indulatúak, tényleg már látom, hogy egy évben megy a csajért a baptistás csápa. Azért ennyire nem szörnyű a világ talán, amiben élünk. Igen, hát a valentai már börtönből szabadítottunk ki. Igen, mindenkinek résen kell lenni. 11-es út befelé olyan szinten van beállva, hogy nem hiszitek el. Zotyak küldte nekünk, trafi a 7-es úton Szabadbattyán központjában mindkét irányt méri. Üzente Petyka. És az 51-es úton baja felől érkező autókat a Dunaújvárosi híd felhajtója előtti csoportban, vagy csoportosan megállítják a rendőrök, úgyhogy ott is vigyázzon mindenki. 4 perc múlva, 8 óra, jövünk a hírek után. Show, amelyre az ország ébred. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai. Sebesgyé Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Itt a Klassz FM-en. 8 óra múlt 9 perccel szép reggelt kívánunk minden Morning Show hallgatónak. Hát nem tudom az ország nagyvárosaiban, kisebb falvaiban, települései milyen az idő, de itt valami Armageddon, gyerekek, bocsánat, Armageddon jellegű, sötét van, mozdulatlan minden, elcsendesedtek a madarak, elhalkultak az emberek, megálltak az autók, na jó, nyilván ez túlzás. Aha. Érzitek? Én a fejemben érzek valami nyomást, még mindig hallok hangokat a fejemben, meg érzek nyomást, de ma nagyon. Lehet, hogy a pénteki hányásben maradt. Le a pénteki rota, még egy kicsit bennem maradt, igen, de hogy valami nagyon cudar idő lesz itt nem sokára, nem? Érkezik, ez biztos. Van figyelmeztető előrejelzés, 2-es fokú, Győrmoson, Sopronra, Veszprémre, Fejére és Somogy megyére. Igen. Majd összekapjuk magunkat, de egy másik nagyon fontos... Ha nem járunk arra. Csak gyorsan mondok egy kiközlekedés, és akkor utána. Azt, hogy egy kerékpárost ütöttek el a Szabadsági Pesti oldalán, jó reggelt nektek, ezt Bálint küldte nekünk. Köszönjük szépen, nem hatos baleset és hatóságmentes. Birmingham felé, hát az igen, nagyon fontos, köszönjük szépen. Birmingham felé, nagyon jó. Aztán
Azt nézem, még M1-es Bécs felé teljes útzára 117-es kilométernél, mert ott is baleset van, mindenki vigyázzon, ott is menjetek lassan. M7-es 142-es kilométerénél is fotóznak, aztán Gödi lehajtónál kint áll a szirénás autó, ez az M2-esen van, ezt Toti küldte nekünk, valamint 11-es út befelé olyan szinten van beállva, hogy nem hiszitek el, Zotya küldte ezt is SMS-ben. Hát, kitartás, ott építkezés van, de legalább készül. És kész lesz. Gyerekek, Sarkakata jól kigyúrta magát. Most nézzük itt közben a... Fitness versenyen volt, azt mondjuk el, és harmadik lett. Arany minősítést kapott ebben a kategóriában, igen, és harmadik helyezett lett. És jó, jó barnitokrémet használ, úgy látom. Hát, mindenhova jutott belőle. Igen, de nagyon, nagyon komolyan kigyúrta magát. És akkor Péter átvette a levet kilókat. Szemét vagy. Átültették. Nem tudok úgy dicsérni, hogy valamelyikünk valakiben ne marjon bele egy kicsit. Én ezt szeretem, mert hogy egymást is bántjuk, ezzel nincs baj. De tényleg, nagyon, Kata nagyon-nagyon csinos lett. Egyébként, na, mit akartál mondani? Kérlek szépen, hát most már hetek óta hallgatjuk itt az adásban, hogy autószponzornak jelentkezését várjuk, ugye? Jaj, mert, hogy van kis túlzása nyilván. Na, nyilván, kis túlzása. Kimentem, figyelj az udvarra, mondom neked, János, hogy mi fogadott, van kint egy gyönyörű fehér autó, ez tök mindegy a lényeg. Fiat. Mondom, egy, nem Fiat, de úgyis négy karikás, mondom, megnézem közelebbről szétnél, nem láttam még ilyet. Automata meg minden. Szerinted mi van a jobb első ülésen? A jobb első ülésen? Úgyhogy a srác, akié, a Balázs, aki most ezt nem használja, már hogy aki, bocsánat, aki igen. használja, most ugye azt mondtad, egy hétig megoldódott a probléma. Kérlek szépen, egy napja használja, szerintem tegnap vetted át, hogy max pénteken, de péntektől hány. Szerinted mi van a jobb első ülésen? Egy lány a Méta utcáról. Egy levetett fehér alsógatja. De ez nem alsógatja. Ott hülye. Van egy alsónadrág, apa. Hülye vagy, de alsógatja, az egy ennyire durva volt a rota. Még ma is volt egy kis utózönge. Jézusom. Az egy short. Egy short? Persze. Nem. Az a rota prologusa. Szörnyű dolgok jöttek rám a piros nádrágra. Az egy tenis short. Az egy tenis short. Hát ekkora alsógatjám lenne, akkor nagyobb lennék, mint Galambos Lajos Feri. Hát nem akartam nagyon nézni. Egy ilyen, mondom, megláttam a gatya korcát, hát mondom, ez már itt tartja az alsógatját, ez a fiú. Alsógatja. Akkor egy rövid nadrág, egy short. Az egy rövid, az egy rövid nadrág. Pipás vagy három barna csíkon. Rota után. Az autót be kell lakni. Ez tehát, igaz. Hogy, tudod, én úgy vagyok vele, hogy egyszer használni kell, nem az autóban értem, vagy nem én vagyok az autóért, az autóban értem. Átvettem, ma már reggel elfogyasztottam, mert egy szelet csokoládét. Ledobtam az anyós ülésre egy kis sortot. Beledörgölted a kezed a tetőkárpintba. Megcsináltam a zsíros szalonnás hagymás kezemet, igen, a velvúrba. Én használom. Hát most... Nem tudok, mit csinálni. Nem baj, ezt csak így mondtam, hogy éli meg azért jó, egyébként a dolognak van egy nagyon praktikus része, én ismerem Balázst, ő valószínűleg ebben gondolkodott, oda rakott valamit az anyósülésre, hogyha jön a kedves mama, akkor tudja neki mondani, hogy mama, ott már van valami, ott a... Nem tud oda ülni, viszont hátul rengeteg helyen. Én nem tudom, én kicsit szorongani kezdek azokban az autókban, ahol azt látom, hogy úgy ülök be, hogy kicsit zavarja, hogy nekem egyébként sáros a lábam, kicsit megennék valamit, de rondán néz rám, olyan rend van, hogy ott az illatosító élére hajtva, és semmit nem lehet csinálni az autóban, mert az autó nem arra van. Én attól feszett szívesebben szállok be egy olyan autóba, ahol látom, hogy ki van nyitva egy ásványvizes doboz, ott van egy csokoládépapír, eszik benne, és használja az autót. Ez a jaj, egy hajszál, szedjük föl, mert az autó nem arra van. Én attól ott egyszerűen nem érzem jól magam abban az autóban. Nem menjél akkor. Tehát, hogy az autó azért van, hogy igenis használ. Tehát takarítsd néha ki, de hogy te legyél az autóért, az autó van, érted, nem? Hát a felése azért két személyes, használ, mert egyébként kétszemes, csak hátul ott a komposzt. Igen. Az autó arra van, ha naponta kitakarítod, leesik egy hajszál, és szorongani kezdesz, és izgulsz, hogy valaki beszáll sáros cipővel, hát az nem élet, tehát hogy nem lehet élni. Egyél meg benne egy sajtburgert, a gyerek egyen meg egy kiflit benne, arra van az a, majd kitakar, mi baja lesz? Hát maximum morzsás, ne igyon céklalevet az autóban, nem? Ne kezdjen fröcskölni. Tehát az autó erre van, nem? De. Nem így van? Én azért, ha megbontok egy, hogy hívják ott, egy műszerfal takarítót közben, meg ha vezetünk. Megbontasz, hogy nád egy szelet abonettet nem lehetne megenni a kocsiba, meg kinéznél onnan. Tehát nem lehet enni a kocsiba, nem lehet inni nátok, semmit nem lehet. Szigorú szabály. Egy pillanat. Emelt fel a kezed, Mónika, letörlöm a kormányt is. Én útközben is néha szoktam takarítani. Útközben takarítasz? Tényleg. Jaj, nem áll. Na most ez egy újabb pont, amire, ami, komolyan mondom, ugye hétfőn nem voltam, és ez emiatt
plusz egy napot le kéne dolgoznom, de megint hazamegyek. Ha valaki átnéz egy piros lámpánál, aztán ez nem is hiszi de el. Ne legyen már ennyire kispolgár. Morzsaporcióval takarított az autózatot. Nem morzsaporcióval, hanem ilyen, hogy hívják, hogy nedves kendővel, a műszerfal takarítóval. Mert koszos. De miért nem ősz benne, utazó néző, a tájjal, bámulod a térképet, beszélget a családoddal. Anya is állod a taperője azt a nyomorult kormányt, érted? Holott nem azért. Hallod, nem is értem egyébként, miért nem lábbal vezet, és nem is értem, hogy milyen világ ez, ahol az emberek megfogják a kormányt. Tudod, nem akarok egy ilyen világban élni. Apám is autós kesztyűbe vezet. Ezt akartam mondani, hogy vegyél Mónikának autós kesztyűt. Ilyen jó, ilyen ezt a patentosat. Gyerekek, most már tenisztablet sem rakunk a vonóhorogra. Tehát vannak dolgok, amiket megünneplünk, szép volt. Már nincsen azért nagy plakát benne a nappaliban, ahol mint a patak folyik és erdő. Hát ezek olyan dolgok, amik egyszer megéltük voltak, de már nem rakunk műgyanta, egy lovaskocsit a sebváltóra. Vagy görgös hátmaszírozót. Tehát ezeket már nem rakjuk. Kis részfémodellt. És akkor fogod a kis rongyodat, és látod, hogy koszos a kocsi, és a család iszonyatosan indul 26-szorra megnézni a Siklósi várat by night, és akkor közben te finoman betakarítasz egy kicsit. Megőrülnék, ha Viki az autóban elkezdene takarítani. Megbolondulnék, ha biztos, hogy kiszállítanám. Kicsit ott takarítasz? Persze, persze. Picit, hogy keresek olyan szöget, amiből látom az új lenyomatot. De mondd meg nekem, mi van, ha új lenyomatos. Hát figyelj, hát, te ültél az én autómba, akkor rosszul vagy? Vagy ott a hidegráz? Vagy ott mi van? Egy kicsit, ne, igen. Nem. Hát mindig, nagyon diszkrétek megszok... teszed arrébb azt a banánhéjat általában. Bali, bocs, ezt arrébb rakom, mondom. Aha, ezeket most kidobom, ha már nincs szükség, jó? Szolgáld ki magad. Hihetetlen, hogy még jártják a Bambit. Na mindegy. Na én az ilyen autóban kezdek szorongani. Ahol, mit tudom, én mindig szeretek kicsit körbenézni az autóba, és akkor megfogom a kesztyűtartót, kinyitom, van-e benne valami, becsukom ott, hagyok új lenyomatokat, és már látom, hogy rondán néz rám. És én már rosszul vagyok. Mi kell rondán rám? Nem tettem föl a lábam cipővel, csak belenéztem a kesztyűtartóba, kicsit körbe, buheráltam ott valamit, hát nem kell neki ilyen. Király, Heckler-Koch, 9 mm-es, nagyon király. Na, nem haragszottok a tegnapi tűzi játékért. Jaj, neked köszönhetjük. Nem volt baj, hogy egy kicsit ott a rakparton megzavartam az életet. Semmi gond. Hát te elírtad, hogy a hatóságokat is bemondtad, ez annyira, hogy tényleg menő, meg elegáns, meg én megmondom őszintén, hogy annyira imponáló az, hogy ennyire örültetek, hogy végre átfuthat rajtatok a rotak. Vagy még gyorsan egy tűzi játékot. Gyerekek, mégis csak 5,5 éves lett a Benni, azért ezt meg kell ünnepelni. Tehát nem mindig 5,5 éves az ember. Picit lezárattuk a budai alsórakpartot, és volt egy ilyen 4-4,5 perces brutto tűzi játék, de nem volt baj belőle. Nem, sőt, hát egész Észak-Budai és mi Észak-Pest is, tehát a 13. kerület is, egy öntetűen néztük a dolgot, és nagyon köszönjük. Nem vagyok tűzi játékirigy egyébként. Nem vagyok tűzi játékirigy. Nehéz megoldani, mondjuk másként. Hogy csinálja? Aki egyszer csak azt mondta, hogy akkor legyen egy tűzi játék a budai alsórakparton, és lezárat, tehát akkor egy tűzjátékot lezáratod az alsórakparton? Állítólag bejelentési kötelezettség van, tehát ha te akarsz így évközben egy tűzjátékozást, és ez olyan helyen volt, hogy azt mondta a rendőrség, hogy akkor picit lezárjuk a rakpartot, Na de várjál, tehát hogy ilyen létezik, tehát erre engedélyt adhatnak, hogy egy nagyvárosnak, egy fővárosnak a közlekedését 5-10 percre megakasszák egy tök forgalmas szakaszon, csak azért, mert valaki, hogy hívják. Gyere szívem, megvan egy meglepetése, menjünk ki az erkélyre. Igen. Nézd meg először a kis magabakot ott áll lent a Porsche-t, és aztán csinálok neked egy tűzjátékot. Nem, azt hiszem, hogy... Fog meg a korlátot mögé, de álló. Örüljük együtt. Nézd, milyen szép lett ez. Ez meg a görög tűz. Egyszer vagy 70 éve. Nem. Egyszer vagy 70 éve. Mert ez, igen, ez a szólna, ez a reális. Egyszer vagy 70 éve. A kazak konzul, azt hiszem, ő ünnepelte a születésnapját, és akkor neki egy kis private születésnapi partin rendeztek. Kazak konzul. Rendeztek egy szülinapi kis tűzi játékot. És akkor a lezárás az csak konzuli szinte től fölfelé jár. Tehát ha te jelented be, hogy akarsz valamit, az utcátokban mondjuk, hogy te itt én vagyok a Lőrinci konzol. Elnézés, konzul. Azért telefonok már. Jó, de most érted, a Jani mire kérjen engedélyt? Hogy vett a szülinapi bulira, mit tudom, de most féltartós tejet, érted? És meg akarja inni az utcájában, és ez némi hangzavarra jár. Valami tiszteletbeli konzul, és akkor ott volt valami tűzijáték, azt olvasta. De elviekben akkor én is lezállhatnám mondjuk a Déva utcának egy szakaszát, hogy náluk. Ez az. De és mit csinálnál rajta? Két torta gyertja ég. Igen, tényleg. Gyűjtel két te a mécsest a virágnak. Egy fáradt pukadás. Ez figyeld virág. Nem tudom, 84-es, de hát, ha még működik. Ócsó volt, kölyök peski, pups. És akkor tudod így... Na jó, megyünk haza! Ezért már a Riskoch.
Na ezért is megérte lezáratni. Hát látod, ilyenek történnek, hogy csinálsz. De hogy ezek a privát szülinapi bulik, ezek azért nagyon nem mennek már, mint ilyen tűzijáték szempontja. Nem látok naponta lezárásokat, hogy valaki ott lövöldözzön a gyerekének tűzijátékkal. Ennek nem biztos, hogy baj. Sokan örülnek, szerintem. Ugye? Hogy ez nem feltétlen baj egyébként. De tiszteletbeli konzulta már ennyire ünnepelnek? Hát ez csak szerint hány éves lesz? Nem egy névleges. Azért nem egy névleges titulus, hát tiszteletbeli. Ez valami. Hát tiszteletbeli. Azért, mert sokat tett az országért, itt él, ezért gondolom kinevezték. Engem. Mr. Borát. Haza. Na jó, van. A kazak konzul azt direkt tavaly lőtt a várból. Gyerekek, ezek már tényleg azt csinálják. De jó. Játékot rendeznek, így lövöldöznek ránk a várból. Hát ezek a konzulok, én is konzul akarok lenni. Hát én most... De melyik országot választod? Minek akarsz a tiszteletbeli konzula lenni? Konzulja lenni? Nekem adjanak. Hát ezek szerint Kazaksztánnak. Hát érted. Tényleg, én a kazak konzul. Én most komolyan fölmegyek a Wikipédia-re, és megnézem, hogy miért van annak az országnak, ami ennyire kell nekünk. Nincs. Tegnap, vagy tavaly meg lövöldözött? Tavaly lövöldözött, igen. Tavaly lövöldözött. Hát kicsit kiállt a nap, ha lesz bácsán a lövöldözni. De jövőre mi lesz? Hajócsata a Dunán? A Kossuth tér magasságán? És lőtt valakire lőtt, vagy csak fölfelé? A várból. Azt nem, de hát nyilván nem valakire. Az nyilván nem valakire. De egyébként a magyar ember milyen most, egy kicsit csapunk, de sok téma van, amit így meg tudunk beszélni. Mátyás király. Igen, kicsit tényleg. Nem voltam egy napig ilyenkor, tudjátok, hogy tele vagyok téma. Mit akartok hallani? Melyik témát akarjátok? Nem, inkább most mesélj Kempelen farkas. Egy jó rádiós műsorvezető szívja magába a témákat. Én olyan vagyok, mint egy kiszáradt szivacs. Megyek az utcán, és szívom magamba a témákat. Szívom magam. Elvittem a Mátyás templomba egy koncertre a Benit. Egy komoly zenei koncert, ami nagyon szereti a komoly zenét. Most lefagytatok, mi én meg a komoly zenei koncert. Most egy olyat húztam 19-re, hogy hirtelen megfagytatok. Mátyás templom, komoly zenei koncert, és én most megfagytatok, látom. Ezt most nem hát figyelj, azt eddig is tudtam, hogy azért szeretsz vakítani, de hogy játszóháznak használjátok a nagy boldogasszony. Nem, ott a Virtuóz Kamara zenekar játszott, és Mátyás templom fönt a várban. Tényleg virtuózok, vagy csak nem ismerik a partitúrát? Figyelj, én egy oszlop mögött ültem, mert túlbecsületes voltam, és nem láttam semmit, csak ültem, viszont az orrról nagyon szépen szól. De hogy van az, hogy a magyar ember még nem jut el odáig, hogy megtanulja egyébként kikapcsolni a mobiltelefonját? Képzeld el, hogy arról szól a dolog, hogy megszólaltatják a Mátyás templomban a nagy orgonát. Egyébként besírsz olyan gyönyörű gyerekkel, ott ültünk, meséltem neki, na, nagyon szép volt. Tehát beszélgettetek a koncert alatt. Mi finoman, de mi direkt a szélére ültünk, és a Beni állandóan kérdezett, hogy ez mi, az mi, hol az orgona, ki az a néni, aki kornikál, mi érje hangon énekel, hogy szól az orgona, miért itt nyomkodja a bácsi, és az ott szól. Szárcsa! Mondom, brácsa! Ja, bocsánat. Nem parasztok voltunk, csak komoly zenei koncertre mentünk. Nem. Megszólal azonosíthatatlan helyen valakinek a mobiltelefonja. De úgy, hogy nem tudod, mert ugye a Mátyás templomnak olyan az akusztika, egyébként nem tudod, hogy honnan jön. Aha, ezért ő se vette észre, hogy az övé szól. Aha. Szól a mobiltelefon egy ideig, és látod, hogy már mindenki nagyon kellemetlenül fészkelődik. Én mondom, én oszlop mögött ültem, én nem láttam, hogy kinek szól. Majd azt hallom, hogy egyszer csak beélesedik a mobiltelefonnak a csöngése, tehát arra gyanakszol, hogy valaki elővette a zsebéből. És valaki azt mondja, nem most szent atyám. Na de várjál. És itt mi történik? Arra számítasz, hogy nyom egy gombot a telefonján, és a telefon elhallgat, ugye? Aha, nem. Dermed csend, néni éppen nyom, nagyon árjázik, pici szünet, mit csinál az ember? Sanyi, halló! Halló! Hát én nem hittem el. És azért, mert valószínűleg hangos volt a zene, ez a barom elkezdett üvölteni. Halló! Koncerten vagyok, most ne hívjál! Ez, és el, koncerten vagyok! Nem! Koncerten! Nem ez radiátorok! Nem! A régi öntöteket szedjétek le! Mert tényleg csak azt vártad, hogy azt mondja a Pali, hogy mondjad nyugodtan, tökig van az aksi. Óriási! Konkrétan mondta, barom, mondta, hogy tökig van az aksi. Annyira Magyarország. És így nem hitted el. És már a gyerek is, hogy apuci mobil, mondom, igen, hát ne törődj vele, hát ezt ilyenkor kiszokták nyomni. Halló! Nem, ezt már nem kell légteleníteni. Nem? Mi? És elmagyarázta a paraszt, hogy ő egyébként komoly zenei koncerten van a Mátyás templomban, ott vagy megszakadt, vagy megbökte a felesége, vagy nem volt térerő,
letette, nem hallottam, hogy hogy ért véget, mert ott erősödött egyébként az orgona játék, és mire újra elhalkult, addigra elhallgatott. Hogy ezt értitek? Leteszem, mert csöreg az anyósoma. Micsoda? El akar hagyni? Adod neki rendesen. Te tényleg vártál egy ilyen beszélgetést? Emberünk elkezdett a mobiltelefonon hangos. Nem az van, hogy zavarban vagy, kinyomod. Hát persze, azt se tudod, hova dugd el a szék alá, és tényleg mindenki szépen fölöltöző, ott ülnek, és a hülye elkezd beszélni, és elkezdi megmagyarázni a hívónak, nyilván lehet, hogy fontos volt, és a gyereke volt bajban, nem tudom. Akkor menjen ki. Így van, mondja azt, akkor hogy menjen ki. Várjál, kimegyek, mert itt nagy a zaj. Kornyikával a hülye pina, hát nem hagyja abba a rohadt életbe, akkor kimegyek. Hogy lehet valaki ekkora tuskolt? Értitek? És így azt láttad, hogy helyette érzi magát mindenki nagyon kellemetlenül, közben egyébként arról szól a dolog, hogy miközben megy az orgonajáték, nem tudom, hogy ki, hát vannak bűneim, nem tudom, hogy ki, egy hölgy kijött középre, és ő egyébként ott élőben énekel. De nagyon szépen énekel, és hát az akusztikával az egész Mátyás templomban hallod. És amikor ő megköszöni az orgonistának, meghajol, és utána látod, hogy ő is keresi a tekintetével, hogy te büdös bunkó, hol vagy, megöllek. Tehát körülbelül ez volt, hogy úristen, és úgy jött ki a nő, hogy érezted, hogy szegény. Hát neki ott volt az az este nagy műve. Hogy hát, a legszebb az, amikor mit a zenekar ilyen teljes hangerővel játszik, mindenki hallott-e? Akkor veszed föl, ugye nyilván elkezde szordítani, hiszen hangos a zene, majd a zenekar kiáll, és te pedig folytatod az ordítást. Igen. Hogy ez valami elképesztő. Na mindegy, szóval, hogy... És a rossz álló pillantásokat vetettél, te is rá vagy? Én nem láttam, hogy ki volt, én szerintem sokan nem is hallották, tehát ott nem, mert én az oszlopot néztem, mi beültünk egy oszlopnak, én nem láttam semmit. Én ezt az egészet végighallgattam. Benni néha megkérdezi, apa, miért egy oszlop mellett ülünk? Mondom, apád egy lúzer, mert ide vett jegyet, ne tűnik. Apa, miért fordítva van a kezedbe a program füzet? Ja! Kamik, bocs. Várja, akkor mi most háttal vagyunk az oltárnak? Apa, de ide minek 3D-sze meg? Ja, ez nem az. Nyilván igen. Nem, csak el akartam mesélni, hogy egyszerűen komolyan mondom. Tehát, hogy én nem tudom, hogy ez külföldön megy-e meg. Nem tudom, hogy ott az embereket megtanítják, megtanulják, öröklődik, átadják. De hogy a magyar tudod kulturálódni akar, és azt hiszed, hogy oda azért olyan megy el, aki tényleg nem fehér zoknit vesz fel a fekete nadrághoz. Tehát már azért úgy tudja, hogy azért... És még mindig elkezdünk mobiltelefonálni. Ez külföldön is megvan. Ez pont külföldön igen, is egy van. Évvel ezelőtt járt a körbe a világháló, talán Bécs, operaház, nem vagyok benne biztos, nagy klasszikus zenei koncert, és ott is elkezdett csörögni a telefon, és a karmester marha jó fej volt, mert leintette az egész zenekart, odafordult, és majd vegye fel nyugodtan. Ja, tudom. Van egy hegedű művész, nem tudom, aki belerakta a játékába, és válaszolt a csengésre. És az mind külföld. Az is külföld, meg ez a leállítás, és majd beszélje meg nyugodtan, mi ráérünk. Elfelejtett kikapcsolni, az szerintem nem gond, mert az bárkivel megtörtént, nem nézel oda rutinszerűen, nem vagy lehalkítva, de az, hogy nem riadtan kinyomod, hanem effektíve elkezdesz kommunikálni, hogy haló! És beleordít az, hogy haló, ahhoz szerintem végtelenül prostónak kell lenni. Tehát, hogy az... Na mindegy. Hát ilyen dolgok történnek. Jó, akkor több kisebb hírrel elbeszéltük az időt, viszont hármasugrásra lehet jelentkezni, és van Mihály Norbi játékunk is, ugye? Mármint, hogy VTCC játékunk, nem Mihály Norbival játszunk, hanem... Igen, vigyel haza egy hétvégére Mihály Norbit. Udvarias, szobatiszta. A VTCC Hungaroringi futamára lehet jegyet nyerni, olyannyira közeleg a dolog, hogy ez most hétvégén van. 3 nap, péntek, szombat, vasárnap dupla belépő jegyeket adunk, és minden egyes nyertes kap egy Mihály ajándékot, egy exkluzív ajándékot. Most tegnap ide adta a kesztyűjét, amit tavaly használt. Uh-huh. Több ilyen kesztyűje is van? Ma is azt? Hát azt mondta, hogy egész évben ezt használta, szerintem most egy másik ruhadarabot fogod. Most pólót ad. Most ma póló van, így van. És hát Norbinak minden támogatás el kell, úgyhogy reméljük sokan lesznek majd kint a Hungaroringen, de ha valaki esetleg nem tudja jegyet megvenni, akkor általunk megnyerheti. Ez a játék egyébként csütörtökig tart, és ugye a relikviák mellett 3 napos, ahogy te is mondtad, VTCC jegyet lehet nyerni. És van egy fődíjunk csütörtökön. Bizonyám, valaki az Engő Team tagja lehet. Ugye? Igen. Taxival mennek érte, elhozzák, és onnantól kezdve kap egy gyönyörű Zengő Tímes overált. Beülhet, mi tegnap elgondolkodtunk, hogyha mi lennénk, akkor azért a 10-es kulcsa, csak belepiszkálnánk a izébe a versenyjárműbe. Zengő Tímes overál és Zengő Tímes ruha, hogyha hozzányúl valamihez. Na, szóval ezeket sorsoljuk, úgyhogy tessék figyelni, mert nem sokára jön a kérdés is. Mi pedig jövünk a hármasugrással a hírek után. Ez itt a Morning Show, Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Jó reggel!
3:49 lesz pontosan. 5 perc múlva szép reggelt kívánunk mindenkinek. Több kicsi hírrel foglalkoztunk, most néha csinálunk ilyet, hogy nem egy nagy témát boncolgatunk, főleg egy komolyabb téma után, ugye, mert hogy 7 órakor Tóásó elődügyét boncolgattuk, és beszéltünk Lukács Csabával, a baptista szeretett szolgálat munkatársával a kimenekítés részleteiről. 8 óra után megbeszéltünk több apró témát, többek között a bekapcsolt mobiltelefon. Ugye, hát mindenki járt már, amivel nincs gond. Amivel nincs gond, csak kellemetlen. Ha egy komoly zenei koncert kellős közepén szólal meg. Igen, és utána hát még ennek a fejlődés történetét beszéltük át, hogy tulajdonképpen hogy van az, hogy az ember nem reflexből kinyomja és nagyon zavarban van, hanem elkezd valakivel fejhangon ordítani. De ő mit keresett ott egyébként? Most komolyan kérdezem. Hol? Ott azon a komoly zenei koncerten, hogyha ha ennyi rálátása nincsen egy ilyen eseményre. Mehet, hát a feleségét kísérte el? Az édesanyját? Vagy az ő gyermeke minisztrát? Nem, vagy? Ővé a templom. Ja, tényleg, az is lehet. Simán lehet. Csak nem egy tiszteletbeli konzul. Igen. Hát érdekes dolgok vannak. Én dolgoztam temetkezési cégnél, írja egy hallgató, temetés közben szólalt meg az illető telefonja, nyugodtan elkezdett beszélgetni. A plébános szólt a mikrofonba, hogy adja már meg a tiszteletet, és fejezze be a telefonálást. Írja egy hallgatónk SMS-ben. Aztán hasonló SMS, én is temetésen éltem át, ugyanezt felvette a barom a telefont, és közölte. Még beszél a pap, mondjad nyugodtan. Még nincs sírós rész, vagy mi? Úristen, még beszél a pap, mondjad nyugodtan. Jött SMS-ben. Jó reggelt, Morning Show, hello srácok, mi tavaly voltunk egy esküvőn, ahol a pap mobilja szólalt meg esketés közben. De nem vette föl. Küldte nekünk, igen. Gyermekem szalagavatóján ugyanez a szitu. A mami még el is mondja, hogy nyugi, még nem a miénk szerepe. Gyertek nyugodtan, 10. sor szél. Hát többiek meg le vannak. Hát nem tudom, kik ezek, baromi unalmasak, de még nem az öcsike van a színpadon. Gyertek nyugodtan. A kamerát még be sem kapcsoltam. Igen, de azt hittem, hogy agyvérzést kapok, írja nekünk egy hallgatónk SMS-ben. Hát igen, tényleg egyébként mindenki jár így. Csak érdekes a reakció, hogy erre ki hogy reagál. Nézzünk gyorsan egy fontos közlekedési hírt. Autó ütközött busszal az Őrs vezér téren a Fehér út irányából a Nagy Lajos felé. Már most hatalmas a dugó, ezt Bobek küldte nekünk. Köszönjük szépen. Aztán mérnek Csornán, Szombathely felé, valamint kerékpáros ütöttek el a Szabadság híd pesti oldalán. Jó reggelt nektek, küldte Bálint. M1-es Bécs felé teljes útzár, még mindig, és az M2-esen a Gödi lehajtónál kint áll a szirénás autó, úgyhogy ott is vigyázzatok, üzente nekünk Toti. Köszönjük szépen. Ha már telefonokról beszélgetünk, az előbb bejött a műszaki igazgatónk, a Gyula. Gyugyó, igen. És egy hete, ez eddig nem volt nála. Ugyanez a pólóval rajta. Az volt, az eddig is volt, nem. Hogy ilyen kis fülszettje van. Ilyen. Az. És az miért van rajtad állandóan? Hát azért, mert... De ő annyira fontos ember, hogy sokat hívják, és ő közben matat, akkor csak megnyomja a vállal. Igen. Nekem az olyan furi mindig, hogy emberek, akik azzal mászkálnak állandóan a fülükön. Ők és nagyon fontos üzletemberek. A Gyula is? Vagy tiszteletbeli konzulok. Ez a kettő lehet? Nem bántás, csak érdeklődés. Nem, egyáltalán, ez egy baráti szeretgetés. Csak szeretném megtudni, hogy mondjuk... Nem, én éreztem az elismerést. Is, én hallottam a tiszteletet, hogy szeretném és a szeretet, hogy megsüvegeltet szinte. Miért nem az van, hogy a zsebben van a telefon, ezt valahova fölakasz, és mikor bejövök, akkor berakja és beszél rajta. Na, szerintem egy nagyobb, valószínűleg egy nagyobb vásárlás mellé kapta ajándékba. Ja, és meg, és én bántok, tényleg. Neki tabletja van, és a tablet csörög, ha és azon hívják, és ahhoz képest veszi föl. Tehát a tablettel azért még se tudsz ugye telefonálni. Az nem lehet, hogy... Halló! Halló, fogod a tabletet, azért az, hogy elég érdekes, ja, ez a tablethez kapcsolódik. Hát, vagy nem, egyszer csak eltört a napszöveg, és ott maradt az egyik szár fölragadva. Nem szóltak neki, Gyugyó. Egyrészt 16 fok lesz nem sokára, és nem süt a nap, kettő, hogy beleragadt a füledbe a napszemeg. Nem lehet, hogy szimpla hallókészülék? Hogy? Hát, és én bántok. Nagyon kollegiális csapat vagyunk, egyébként teszem hozzá a zárójelben. Hozzánk érdemes bejönni, mert az mindenkit úgy megszeretgetünk. A hallókészülék lehet, hogy egyébként mi a múltkor is, amikor Balázsról beszélték meg a beállítások. Ez így neked jó? Engem az, hogy nevet föl állandóan. Nem? Na de reggel fölteszed, és este leveszed ezt a vackot? Dehogy veszi le? Miért venné már le, ahol más mint... közben legfeljebb a másik oldalon alszik? Hát olyan, mint Lando Calrissian segédje, hol a fellővárosban. Állandóan hívható éjjel-nappal Gyugyó elalszik, lecsukja a szemére, valaki hívja, mi felhívjuk, akkor azonnal fények gyulladnak ki a szemén, villódni kell ezek is cucc, és azonnal meg bármilyen megjöhet az új mikrofonálvány, és azért van rajta.
Igen. Érted. Egy percet se akar elszalasztani. Na, játszunk egyet, ha már megígértük. Még nem a VTCC játék, sokkal inkább egy hármasugrás. Már itt is van a játékosunk. Hármasugrás a Morning Show-ban. Felkészültél? Akkor fuss neki! Halló, jó reggelt! Jó reggelt, hello, sziasztok! Hello, Pisti! Szia! Igen. Pisti, honnan hívtál minket? Hát most itt ülök Tahitótfalun. Tahitótfalun ülsz? Igen, hát mennyit kaptam a játékot, semmennyit. Azt hittem, árut szállítok, és hívott az Anna, hogy játszok veletek, és most megálltam itt a szótérre. Aha, és mit szállítasz? Hát én lefolyó szerelvényeket. Budi? Az már nincs, ilyen zuhany, lefolyók, meg ilyenek. Ja, az klacz. Nincs is segítséged, egyedül játszol? Nincs egyedül játok, hát ha csak a kollégák nem segítenek, akkor egyedül vagyok. SMS-ben vagy hogy tudnak segíteni? Hát igen. Jól van, milyenek a kérdések, Jani? Hát figyelj, ennél különbözőbb csak akkor lett volna, hogyha mondjuk hány éves vagy, milyen nap van és amúgy mi a pálya, ezek lennének a kérdések. Igen, ennyire nagyon könnyű. Ennyire belazultál itt kedre? Az mitől függ, hogy nehezek vagy könnyűek a kérdések? Amilyen kedved van egyébként? Hát, hogy mennyire vagyok mizantróp éppen aznak, mennyire gyűlölöm az embereket, és mennyire szeretem. Igen, akkor tehát milyen a kedved? Na jó. Oké, így szól az első kérdés egy Morning Show-s Klassz FM-es nyakbalkasztóért. Melyik óceánban található a Mariannárok? Egy másodperc, gondolkodom. Mariannárok, ugye azt tudjuk, hogy a Föld legmélyebb pontja, ha jól tudom, hát nincs ideírva, Jani, nem érted, de ilyen 11 ezer valamennyi. Igen, azt tudom. Netezel, vagy mit csinálsz? Hát próbálkozom. De már hogy? Egyedül vagyok. Hát telefon, csendes óceán. Aha. Na, jó, megjött az ihlet. Van 3G, vagy 4G, nem tudom, mit használsz, de valamit van. Igen, megjött az ihlet. 3G. Jó, mert a többire már nem adunk ennyi időt, ha netezel. Így van. Mehetünk? Meg ne csak egy szót írjál be, mert akkor kijön az, Marianna női név, a latin Marianus, latin megfelelőjében. Igen. Így szól a második kérdés Morning Show-s baseball sapkáért. Melyik fajhoz tartozik a Star Wars hős Han Solo űrhajójának másodpilótája? Micsoda csavar van benne. Melyik fajhoz tartozik? Hát semmilyen, de... Hát, hogy tudnod kell, ki a helyesed úgy. Mert ki a Csubakka? Ideig meg vagy. Csubi! Várjál, addig segítek, hallgass meg ezt, figyelj. Chewie, we're home. Ja, itt vagyunk. Új. Melyik fajhoz? Melyik faj? Ilyen faj. A Csubakka. Csebacsa, vagy micsoda? Az, Csebacsa. Nem, a Csebacsa fajhoz. Most fonetikusan olvastad a nevét. Igen, az a Csebacsa faj. Oké, itt van, igen, úgy. Azaz, az. Azaz. Csevacsa faj, ezt mondtad, hogy Csevacsa? Igen, mert a Csubakka egy picit olyan. Tudom, hogy írják a Csubakkát, de azért az nem Csevacsa. Nem, kiírt egy csomó mindent, és utána van, hogy Vuki. Csevacsa. Hát Csevacsa. Csevapcsicsa. Azaz, abból jött. Hát, na mindegy, akkor... A Vuki, hát persze, ő Vuki, hát, és azért nem öregszik, mert ugye mondják, hogy a Han Solo megöregedett a trailerben, hogy a 30 évvel játszódik majd, ugye, a hatodik rész után. Tehát a Csubik ugye 300, vagy a Vukik 300 évig is élnek. Igen. Akár, tehát rajta azért nem látszik hát, az a 30 év, amennyivel öregebb a Han Solo. Meg mert egy kicsit bogjás. Azért a szőr alatt érted, mit ki tudja, hogy mennyire öregedett, érted? Engem. Hát jó, akkor ezt megint elbuktam sajnos. Megint? Volt már játékod valamikor régebben? Hát már régebben játszottunk egyet, igen, aztán ott se sikerült. Akkor még az első sem, most legalább az elsőn túljítottam. Na, figyelj, már eljutottál a másodikig, még néhány év jön a harmadik, egy pár év is megvan ez az ajándékcsomag, tényleg. Hát, igen, sapkát nagyon szerettem volna. Szeretted volna a sapkát. Igen. Csevacsa, legközelebb, jó? Jó, rendben. Köszi a játékot. Hello. Ciao. Ez volt a hármasugrás a Morning Show-ban. Készülj a következő megmérettetésre. Csevacsa, én ezt nagyon szerettem. Ugye, mert az ember nem tudja, és hirtelen elolvassa, akkor ugye ezt olvassa, igen. Na, gyerekek, szerintem csináljuk azt, hogy elmondjuk a kérdést, nem? Most? Jó. Jó. És mikor sorsolunk? Hát 9 óra után majd valamikor visszaívjuk. Ja. Ez volt a kérdés? Ez? Hogy mikor sorsolunk? Írjátok meg, hogy mikor sorsolunk. Drága hallgatók, írjátok meg, hogy mikor sorsolunk, jó? Ha eltaláljátok, akkor mehettek a VTCC futamra.
úgy kedvelem ezt a Norbi gyereket, meg a Zengőt. Olyan szimpatikus az kedves egész tím valahogy, nem? Én amikor én a Norbit meglátom, meghallom, meg egyáltalán így, bármikor így felmerül a neve, én mindig arra gondolok, hogy ő az anyósok álma. Hát nem mondom, hogy a fejembe szökik az adrenalin a Norbitól így hirtelen, ugye? Amikor nyilatkozik. Tehát nem az a hebrencs típus azért Norbi, de én valahogy kedvelem az egész tímet, ahogy ők versenyeznek, igen, mennek, ahogy odaérnek, ahogy a Zengő ezt az egészet összerakja, hogy ebben mennyi meló van, hogy ebben mennyi házalás van, mennyi szponzori segítség is. Ott van egy tehetséges magyar fiú, mert találkozott egy tehetséges csapatfőnökkel és egy nagyon tehetséges tímmel, nem? És ugye a Norbi döntése, a tavalyi emlékeztek rá, hogy marad a csapatnál, igen, mert megkeresték. Hogy nem így van, az is tök szimpatikus. Az is nagyon volt szimpatikus. Az egész, ahogy valahogy ez itt ember közelben a szemünk előtt zajlik, valahogy az egész autósportot, meg a túrautó világbajnokságot ilyen nagyon ember közelivé teszi nekem, aki egyébként hát nem fog el a hidegveríték és ráza, nem tudom, hogy nézzek autósportot, mert annyira nem kedvelem, de őket nagyon. És a kedvükért így nézem is, ha tudom, vagy éppen emlékszem, hogy mikor van a futam. Szerethető egy társaság. Így van, és amellett, hogy kiváló sportol, én biztos vagyok benne, hogy ő nem utasít vissza még egy tál húslevest. Egyéb még Norbikát. Kicsoda Norbi? Norbiká, meg egyéb már kicsi szívem. Na, még egy, na, még egy rántutus. Na, jó van, akkor még, ha még a kettő befér oda még egy. Maradjon a madártej, kis aztán egy kevés. Na, VTCC kérdés. Ugye most hétvégén van a Hungaroringen a VTCC futam, túraautó világbajnokság, aki teheti, menjen, drukkoljon, Norbinak szükség van rá, de talán nem mindenki teheti meg, hogy vegyen magának jegyet, ezért csak úgy, mint most már ugye hosszú éveit a Class FM, mint a Morning Show-ban VTCC jegyeket sorsolunk. Bizony, párosat még hozzá a mai napon is, és plusz kapna hozzá valaki, már hogy aki megnyeri, egy Mihalis Norbi relikviát. Akkor ez most póló? Egy póló. Norbi autója szereti a meleget? Mert azt tudom, hogy a Ferrari igen, de most hétvégén nem lesz jó idő, az nekünk jó vagy nem jó? Egyre nem vagyok otthon a túrautó világbajnokságban, az nekünk jó, hogy most egy kicsit hűvösebb lesz a Hungaroringen? Szerintem igen. 50-50 vagy bejön, vagy nem. Akkor én azt mondom, hogy nem. És aha, akkor a műsornak igaza van. Azért ennyire már ismerjük egymást. Szerintem igen. Most elhallgat, tudod, annyira láttam a blöfföt, de megmentetted a megszólást. Valami persze mondani kellett rá. Meg ráadásul így nem mondhatják azt, hogy megint hülyeségeket beszéltek a műsorban, hiszen egyiküknek igaza van. Szerintem nem. Jó, én kérdeztem nehezetlen, fogalmunk nincs erről nyilván. Jó, hogy szól a kérdés? Na. Miért sósak a tenger? Nem, ezt már Balázs előttem. Még egyszer, figyeld. Hány pontot gyűjtött össze Mihalis Norbert a 2014-es VTCC sorozatban? Kb. Ne. Pontosan. Plusz-minusz 50. Igen. Osz-posz. Plusz-minusz 50. Tehát hány pontot gyűjtött össze Mihalis Norbert a 2014-es VTCC sorozatban? Ezt írjátok meg nekünk a 0670-645-0000-es SMS számra. Nem lehet mondani, hogy könyörtelenek vagyunk. Nem lehet azt mondani, hogy kegyetlenek vagyunk. Hagyunk rá időt. Lehet használni internetet. Hívjátok a Zengőt. Hívjátok a Norbit. A Zengő fölhívhatja a Norbit, ha ő is játszani akar. De bármi meg. Elképzelhető, hogy Zengő nem emlékszik. De Norbi, tavaly mit csinál? Két egy anyáméknak, mondd már meg, hány pontot szereztünk, írok a baliéknak. 500 alatt voltál, nem? Bárki felhívhat, bárki tényleg. A lényeg, hogy küldjétek el a helyes választ, jó? És ha valaki ma lemarad, ne keseredjen el, jegyünk van még holnap is, és aztán, hogy van, csokolhatunk van, holnap után is, sőt, mi több holnap után, tényleg mondtuk, de mondjuk még egyszer, egy olyan ember sorsolunk, akiért azonnal taxi megy, kirakjuk a ringre, aztán ott hagyjuk. Ott lehet a Zengő tímmel végig, Zengő motorsport ruhában. Nyilván azért, mit tudom én, egy hatos anyát meg egy csavarkészletet nem adunk a kezébe. Tehát az autó közelében nem mehet, idézőjelesen nem szerelhet, de ott lehet, átélheti, benézhet az autóba, kezelhet a Norbival. Tehát ott lehet a futamon a Zengő tím tagjaként. Hát ez egy nagyon nagy dolog. Nagyon komoly. Én egyszer voltam úgy kint Forma 1-es versenyen, hogy nem azon a hétvégén volt a futam. Nem, az mindig úgy megyek, mert akkor csendesebb. Tudom. Akkor te pályák, nézd már, hát de marha jó. Hogy a Box utca fölé tudtam menni, oda van egy ilyen újságírói rész, és oda bekeveredtem véletlenül, és hogy az is annyira marha jó volt ott állni, és fölülről nézni, hogy megállnak a kocsik. Most képzeld a Boxból, úgyhogy közvetlenül ott vagy a szerelőállásban, azt szerintem még szuperebb. Csak pici fennakadást okozott, hogy amikor lehajoltál, akkor, igen, akkor a számból kiesett egy motorblog. Nem, a számból egy fél csülök. Igen. Nézd le! Yeah.
Jaj! Jó, hát ha nem a Norvi autójába esett, akkor nem volt. A lőbnek a kocsiába, vagy valahova. Na, szóval hány pontot gyűjtött tavaly Norvi? Jó, SMS-emünk változatlan 06-745-00-00. Ide várjuk a jó válaszokat, mi pedig jövünk Kassa Tibivel a hírek után. Hölgyeim és uraim! Öveket becsatolni, hangerőt feltekerni, folytatódik a show, amelyre az ország ébred. Morning Show! A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Itt a Klassz FM-en. 9 óra múlt, pontosan 8 perccel, szép reggelt kívánunk mindenkinek. Hát vigyázzon mindenki magára, mert hogy hidegfront jön, nem is elsősorban az időjárás miatt, sokkal inkább, mert hát ez az egész dolog egyszer hatással van az emberre, a reflexekre, az agyadra, a fejedben, a hangokra. Csak nálam van egyébként. De sűrű, mert... a hangjaid azok a tiéd, az mind a tiéd, de a vezetésben tényleg marha fontos, hogy a koncentráció az elúszik. Én azt érzem, hogy egy satúba lenne a fejed, nem? Tehát így alacsony légnyomás, így nyomnak lefelé, föntről, tehát jöjjön egy vihar, egy szél, az eső, bármi, csak történjen valami, mert egyszer azt érzed, hogy így hát ha Benni sapkáját levennéd, mondjuk az dob. Az dobna a nyomáson. Igen. Ma reggel megint a gyerekem sapkáját vettem fel, az még lehet, hogy nem annyira jó. Igen, de esik az eső, lesz egy nagy vihar, jön a szél, és akkor fújunk egyet, és túl vagyunk a hidegfronton. De ez így ebben a formában szörnyű, hogy így semmi nem történik, csak áll a levegő, nem? Most már elkezdett esni kint, tehát ez a kérdésed, ez megérkezett, a szél még nem. Kell ez a kis eső. Én azt mondom, hogy hetente egyszer azért nem árt, hogyha jön. Én megmondom őszintén, egy picit aggódok azok miatt a magas hőmérsékleti értékek miatt, amik az elmúlt hetekben voltak. Szerintem bele fogunk pusztulni a nyárba, olyan meleg lesz, úgyhogy nem árt egyszer egy kis eső. Tulajdonképpen egyszer jön, tehát kedden jön, viszont vasárnapig marad. Így van. Én egészen más nem értek. Azt nem értem, ha valaki benn van a WC-n. Bekopogok. Miért nem szól ki? Ennyire lekotik a Newtonok, vagy? De most komolyan. Én sem szólok ki. Hogy miért nem? Miért nem? Miért nem mondod azt, hogy foglalt, itt vagyok? Mert olyan kellemetlenek érzed, hogy pont rád nyitottak. Vagy érted, takarodj! Szafar, vigyáj! Vagy valami legyen már. Én elváltoztatott hangon szólok ki. Mindig elváltoztatott hangon. Tehát én nem mondom meg, hogy bent vagyok. Jani vagyok, bent vagyok. Igen, én Árpit szoktam mondani. Árpi vagyok. Nem tudom ki, hozzatok létre. Nem is árulom el, hogy én vagyok bent valamiért. Nem tudom, ez egy reflex. Nem akarod, hogy kiderüljön, hogy pont rád nyitottak buktizás közben. De mintha rajta kaptak volna? Vagy kicsit miért olyan, igen. Hát ez a lapulok bent, leoltom a lábát. Nekem is van kiválasztásom, de fura. Nem tudom, nem, valahogy nem szóval foglal, de azt is inkább megpróbál elváltoztatott hangon mondani. Az a baj, hogy ilyenkor mindig rátépek a kilincsre. Tehát, hogy tudod, ilyen más erővel nyomod le a kilincset akkor, hogyha tudod, hogy nyitva van az ajtó. És megfogod, és így... És igen, majdnem a kezemben marad. Azt gondolod, hogy rajtad kívül senki nem lehet budin. Tehát te budír így vagy. Azt gondolod, az a budi lehet, a tiéd. Ez. Én mindig úgy megyek oda, hogy először behallgatózom, hogy van-e bent valaki. De te azonnal feltéped az ajtót. Valószínűleg te szoktad rám tépni az ajtót egyébként, mikor bemegyek pisilni. De simán lehet. Te én erőszakosan így meghúzod, nem? És nem nyugszol bele, hogy zárva van, és kicsit rángatod. Az vagy te? Igen, megmondom őszintén. Ez én vagyok. Hát, tudtam, felismertem. De figyelj, régebben hallgatóztam, csak aztán majd bevérzett az egyik dobhártya, amikor éppen a Feri volt. Én gyorsan végzek, csak mondom. Majd akkor ezen után megrángatod az ajtót, akkor valamit állhangon ki fogok szólni. Mi? Húzz innen! Húzz innen, kicsi! Ez megismerhet, hogy én vagyok? Olaj, tipli, kicsi. Kopogj meg... vissza. Tényleg? Az nem rossz. Vagy de akkor mondd inkább azt, hogy amíg én vagyok a program igazgató, akkor kakilok, amikor akarok. Nem, mert akkor nem tudom, hogy ki az. Igen, ez az én putim. Hozz innen. Kedves magadnak saját bokrot. Hát ez egy munkahely, ez nagy-nagy dolgok történnek, igen. Nagy dolgok történnek. Ráadásul nem tudom, mi van, nagyon sok a vendégünk, jönnek, mennek. Itt lehet, hogy egy vendég volt. Na meg is nézem majd délután, hogy ki a Szaninak a vendégem. Ezért megyek mindig a nőibe. Egyrészt nem tépik rád az ajtót, két budi van, nem egy, valahogy finomabban nyitják rád, és a nőiből sokkal jobban szeretek kiszolni, bocs! Bocs, én vagyok benne. Miért nyitanak már finomabban rád? Nem tudom, egy nő nem tépi fel olyan kényszeresen az ajtót, ahogy te próbálod rátépni az ember a budi ajtót. Jó, de egy csomó férfi használja a női vécéket, ahogy te is például, tehát nem megyek úgy oda, hogy elnézést, bent tetszik lenni valakinek most? Ne haragudjon már! Elnézést, excuse me!
Na jó, mindegy. Figyelj, foglalt jelzést kéne rárakni. Ah, szerintem. Egy ilyen kis papírt szeretlet, amit lehet. Így van. Repülőn, hogy látod, hogy zöld, piros, és piros nem mész be. Mint a mávnál, ennyi. Azt kész. Igen. Na jó van. Küldjétek akkor a helyes megfejtéseket, jó? VTCC Mihelis Norbis kérdésünkre, mi pedig már is folytatjuk. Kedva, ami azt jelenti, hogy megérkezett hozzánk Kassa Tibi. Ha bazi nagy jacuzzi-ban nem találod, hol vagyok. Keresd az ágyban, ahol szintén rohadt jó vagyok. Ha meghalnék, lesz bőven, amit majd ráthagyok. Ha nem mondtam volna még, rohadt nagy sztár vagyok. A szerénységem a legféltettebb kincsem. Hibáim keresem, de mit csináljak, hogyha nincsen? Már oviban verset írtam egy taknyos sepire. Hintétek el, lennék szerény, ha volna mire? Hey! Kakakasza Tibi, kakasza Tibi. Wow! Kakakasza Tibi, kakasza Tibi. Hey! Tibi! 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 Kakakasza Tibi, kakasza Tibi. Mi esett le, Balázs? Ne avassuk be mindenféle kulisszatitokba, menjünk tovább, már elmondtuk reggel. Vannak, ja, vannak nehézségek most itt, amivel küzdünk, de megoldottuk. Annyira jó volt hallani egyébként, hogy mondtad, hogy igazából ez a front, ez nyomja mindenkinek a fejét. Te is érted? Nem, ez a döbbenetes, hogy én ilyenkor is flott vagyok. Ezen agyaltam, hogy érted? Hogy ilyenkor... hogy lehetsz ennyire jó? Aha, aha. Fölkeltem reggel, éreztem mindenkit nyom, és hogy még így, hogy meg vagyok nyomva, így is jó vagyok. Tehát ezzel gondolkodtam, hogy milyen magas kiinduló pontszámom lehet eleve. Nem? Én is próbálom, tolom, nyomom, de hogy valami olyan, mint a várnám, hogy valaki tarkon vágjon, hogy elmúljon ez a homály. Balázs, hogy ne is várjál, hiába jövök. Na, engedd, akkor már állok is föl, barátom, és egy ilyen sodrófával úgy váglak átba. Hányan tennék meg szívesen egyébként? Hányan gondolom, állnának sorba, ha engem le lehetne ütni? Pokoli a hosszú sor állna, hogy sorba egy csavarkulcsal, hogy jól nyakon vágjon. Hoztam nektek egy sztorit egyébként, mert tudjátok, hogy nálunk a bátyám kezeli ezt a koncertrendelős telefont, amin keresztül lehet rendelgetni különböző műsorokat. És mindig rájövök arra, hogy mennyire döbbenetesen nem vagyok alkalmas egyébként erre, mennyire nem lennék alkalmas ilyen telefonos ügyfélszolgálati beletek. Mennyire van bennetek ez az empátia? Tehát, hogy ilyen jó kommunikálók vagytok? Hát, ha telefonon hívnak, az azért más, mint hogy jó kommunikálsz, vagy nem. De bennetek van ez a szívesen beszélgetsz olyan, tehát hogy megvárod, mire akar kiukadni. Jók lennétek? Én telefonon elég türelmetlen vagyok. Tehát általában gyerek van beled, sír, meg kell oldani, mondja gyorsan. Ha ismerős, az más, de ha valaki munkaügyben keres, vagy nem, és hogy nagyon körülményesen nem akar, udvariaskodik, és elindul egy ilyen modoros beszélgetés, attól a hidegráz, mondom, oké, igen, lefutottuk a köröket, parancsolj, hogy miben segíthetek. És akkor gyorsan mondja el, nem? Hát ez nem jó, hogy ott 3 percig ez nála sem volt így, volt főleg a síró gyerek, mindig fura volt neki, hogy nem az anyjával van. Na, de ha néha elvittem való. Ja, vigyél vissza anyához, veled nem érzem jól magam. Anya, ki ez a bácsi? Te idegen vagy. Na, de a megrendelő 99%-a aranyos, profi, tudja, mit akar, jó. A fennmaradó 1%-kal van némi gond. Mi volt a megrendelésben? Fölírtam egy pár dolgot nektek, csak hogy az elmúlt negyed évben az én bátyám, ismeritek a bátyámat egyébként, egy ilyen tűzről pattant, ugye? Ahogy ő száguld, az. Egy féktelen, egy rohanó tempójú, egy őrült, nem Balázs? Nem, igen, mondjuk el, nyilván nem mindenki is, mert nyilván direkt karikírozzuk, hát a lehető legcsendesebb, legnyugodtabb, tehát mintha se az apátok, se az anyátok nem lenne közös, tehát hogy te beérkezel valahol, az a dumász, hangos, mindenki figyel. Gábor, hát visszafogott, szerény, nagyon kultúrált, intelligens, nyugis, vagy. Ha mindaz, ami nem te. Okos, olvasott, művel, szórakoztató. Csinos, tényleg vicces. De abszolút ellenkezőek vagytok. Tehát abszolút. Minden, ami belőled elmarad, benne van, ami belőle hiányzik, benned van. Tehát, hogy tök különbözőek vagytok. Tehát a Gábor tényleg az én ellentétem, tehát egy kultúrált, jó illatú, jól csókol. Igen. Na, beérkeznek a hívások Gáboromhoz, és egy pár sztorit kigyűjtöttem nektek, hogy miket kezelő a hétköznapokban. Halló! Szó szerint vannak a sztorik fölírva, tehát hogy ezeket úgy akkor rögtön írattam föl a Gabesz, hogy legyen meg. Halló! A fiúk épp vágják a fát a főtéren, szóljál már be a Klassz FM-be, hogy játsszák le a rohadjál meg kaszát most! Ne! Várjál, a bátyám érkezik, ekkor a bátyám. Nem szólok be, és nem tudják lejátszani. Ha jó, akkor meghívjuk a Tibit valami városnapra, és ott játssza el a rohadjál meg kaszát. Sajnos ott sem fogja eljátszani. Ha jó, akkor marad a győzike. Telefonos megrendelés a saját koncertrendelő vonalunkon. Nagyon sokan hiszik azt, hogy ezt te veszed föl, ezt a...
Egyébként sokan nyilván azt hiszik, hát azért ez már nagyon naív. Na, nagyon nem mondjátok a telefonszámot. Tehát, hát, hogy azért azért mert ez egy, az arra van, az egy koncertrendelő telefonszám, tehát jó, hogy bemondjuk, ez nem a bátyám privát száma. Azt én értem, de hogy ezek után azért nem szabad csodálkozni, hogy meghalom a rádióba, és akár 8 óra 10-kor én fölhívom. Azt az majd lesz valami a beszélgetésből. De picit hisznek benne egyébként, hogy te veszed fel, de azért csomóan úgy telefonálok, hogy beszélek a szatét. Nagy kedvenc. Lenne egy megrendelés, a fellépés a Balatonon lenne. Mondja bátyám, hogy és a Balatonon pontosabban hol? Ha, most nem mondom meg. Azt nem mondom. De miért? És mikor mondod? Hát tudod, majd ha közeled, nehogy ne, kifecsegjem, vagy nem tudom. Tehát, hogy az, hogy pontos, mindegy, hogy Balaton... Karattya, Siófó, világos, vagy lelle. Hát csak azért... a napot adják meg, érted? És akkor oda telefonáltak, itt vagyunk az éjszaka parton. Bingo! Hideg, langyos, langy, kezdhet, na. Azt nem mondom meg. De mondok, itt van egy baromi jó, várja. Igen, itt van. Ha, de tényleg így, szó szerint. Ha, jó napot, már egy csomószó hívtam. Kikéri magának először. Egyszer hívott az előbb, sajnos nem tudtam felvenni, mondja a bátyám. No, ha, csinálok itt egy rendezvény, ha, akar-e arra a kaszatibi jönni, ha nem, ha, tud nekem valamit nyújtani, nem? Nem ugyanaz az ember hívogat, az a hangod alapján ja, ez igen fura. Ez az egyet tudja, de ez nagyon rossz. Vagy ez az egy karaktert hozott, vagy ugyanaz most az ember hívogat. Már többször hívta, hát az előző kettő is. Változtassad az előző, szóljatok ennek az embernek, hogy ne hívogasson, mert ez ugyanaz. Bátyám, hulla nyugodtan. Mi lenne a rendezvény? Hát ilyen. Bátyám, céges vagy magánrendezvény? Város vagy faluna? Ha itt lesz kint a Füvön, lesznek ott csak emberek, hívtam embereket, akarok oda jönni, Tibi, nem? Mit tud nekem nyújtani? Sajnos, amíg nem mondja meg, hogy mi a rendezvény, nem tudunk nyújtani semmit. És leteszi a telefon. Egyébként a Bratyút honnan, hogy teszteli, hogy az igazi-e, vagy hogy mi, nem tényleg nem egy disznóvágáson kell három ember előtt énekelni? Hát honnan tudod, hogy hova mész? Én a Gabesznek ezt elmondtam, hogy egyszer mi úgy rá fogunk futni. Biztos. Arra, hogy minket megrendelnek, és egy ökölsütésen fognak rajtunk nagyon röhögni, hogy oda rendelnek minket, és ott leszünk, és így lukra futunk. Ezek elég profinát, hogy szerződni kell, mert nyilván van egy csomó olyan dolog, de amit le kell játszani, de ettől függetlenül azt gondolom, hogy tutira bele fogunk egyszer futni olyanba, hogy valami mezőn fogunk átcsorodni, és ketten nézzük a Gabesz-t. És ő visszahívott, ez a csávó? Később még beszélt vele a Gabesz? Ezek nem tudom, nyilván, mivel itt nem hiszem, hogy bejön buli. De mindjárt mondok egy nagyon jót, ami nagyon cuki volt. Igen, az esetek többsége, ebből nem lesz buli, igen. De figyelj, nagyon cuki, mindjárt mondom. Ez a csaját akarta visszacsábítani, ez a valaki. Akkor ez magánmegrendelés. Itt van magánmegrendelés, figyelj. Nem beszélj! Kérdezzétek meg, Józsi, megint talán meg, rohadjál meg, ne hívogassál már, te már ezt a számot, nem éred el a Tibit, mondjátok meg neki. Bátyám, műsorrendelés. Tudod, most ezt nem karikírozom, összevesztem a barátnőmmel, jöjjön oda, Tibi! Nagyon szerenálod, hogy a vallomást énekli. Bátyám, és technikailag ezt hogy gondolod? Ha megállunk az ablakon a kocsival. De lehet logikus. Figyelj, Bracsó, nagyon jó, technikailag hogy gondolod? Technikailag ezt hogy gondolod? Ha megállunk az ablakon a kocsival, a kocsiból kiszól a zene, a Tibi meg énekelne az ablak alatt. Bátyám, én már akkor mondanám, hogy miért nem mész a anyádba. Tudod, Gabesz, sajnos nem tudjuk vállalni. Tehát, hogy a Raikkonen, a jégember, a műsor, egyébként tényleg olyan. A koncertrendelés jégembere, de azt gondolom, hogy nem a félresiklott koncertrendelések azok, amik ma reggel bökik a csőröm. Ami böki a csőrömet. Egy rovat a Morning Show-ban, ahol felszínre kerülnek azok a dolgok, amik leginkább irritálják hallgatóinkat. Mint például... Kassa Tibi. Jó, és esetleg valami más? Nem Kassa Tibi. Ami böki a csőrömet. Egy rovat azoknak, akiket Kassa Tibin kívül valami más is idegesít. Ami böki a csőrömet. Mert higgyétek el, nincs, amiben ne tudnánk beledernni a csúfot. Rohadtul nem büki semmi a csőr, mert csak meg akartam még egyszer hallgatni a szignát. Ugyanis már egy teljesen rendhagyó dolgot hoztam nektek. Találtam egy programot, egy kínai programot, ami összecseng valamivel. A múltkor, de messziről jövök. Igen. Nem figyelj, mindjárt odaérek. Mindjárt odaérek. Kínai program, együtt megyünk. Múltkor pókeren találkoztam egy volt osztálytársával, a Janinak. Na. Aki elmondta nekem, tudjátok, hogy Jani mi akart lenni kiskorába, és ezzel zsibbasztotta az összes osztálytársát. Tudjátok-e, mi volt a Vadon Jani titkos nagy vágya? De ez úgy osztálytárs, hogy vagy valóban osztálytárs? Valóban osztálytársa volt, és mellettem ült pókeren, együtt játszottunk, és egy intim információt elárult, azt mondta, hogy Janika,
azzal zsibasztotta mindig az osztályt, hogy ő már pedig, ha felnő, akkor... Ritka dolog, hogy mi már egymásról valamit nem tudunk. Nem ér segíteni. Mindenkit ezzel zsibasztotta, az a rohadék ki lehetett. Igen, most már jól érdekel, hogy ki az, aki cinkel. Azt mondta, hogy mindig ezzel zsibasztotta, hogy már pedig ő, ha felnő... Katona lesz biztos, hogy az. Tankos lesz! Egyébként most is tankos! És ezt így mondta? Így van, mellettem ült a forma, mindjárt meg is keresem egyébként a képét, vagy pontosabban lehet, hogy ez a jó. Általános iskolás osztálytársam volt? Hát a középiskolásban azért már picit mások voltak. Nyugtass meg, hogy azért ez nem középiskolás volt. Tankos leszek, tankos leszek! Nem tudom, de így... Közben dúdoltam a Radecki marsot. Beszélj picit nekünk erről a tankos dologról. Tehát, hogyha erről nem tudod senki, akkor jöjjünk el a farbával, azt gondolom. De azóta tényleg szereted a tankokat? Tehát persze, ezt nagyon szerettem gyerekkorodban. Hát gyűjtöd is a pontokat ott. Igen. Ja, igen. Hát én hivatásos katona szerettem volna lenni, nekem az volt a nagy álmom, az volt az elképzelésem, hogy én majd az leszek. Egyébként mind a mai napig, amikor elmegyek egy laktanyába, akkor egy kicsit így ennek a dolog. Belesírsz az izet, belegyűlsz a falakat. Én például sokakkal ellentétben szerettem is a sorkatonai szolgálatot, na is hát ugye a méreteimből kifolyólag én alapvetően mondjuk én egy harckocsiba termett legény vagyok, mert oda ugye nagyon magas embereket, például egy Feri nem lenne nagyon praktikus benne. És a körfogat érted? Srácok, négy személyes, de Feri már benn van, úgyhogy most ketten akkor itt. De most is elmész a hetes kivezető, és tisztelek a Pető Filakonyánál, és vigyázva várod magad. Igen, és visszatisztelek. Semennyire nem vonz az egész. Vagy de vonzott. Nekem nagyon. Hol úszok te? Tényleg, tehát, hogy bepróbáltak egy tankba, és azt mondták, hogy ez nem az övé. Ma már szinte hihetetlenül hangzik, de annak idején ez egy csókos iskolának számított. Én egy katonai szakközépiskolába jelentkeztem, és ott, amikor a felvételénél részt vettem, ott amikor felmértek a követelményeknek, megfelelően a szintjeinket, akkor már a srácok úgy mentek, hogy elmondta, hogy neki ezredes az apukája, neki, hogy hívják a belügyminisztert. Te megmondtad, hogy nekem meg igen, igen, nekem meg igbocsőzött az apukám, és amúgy egyébként szerintem egész jó pontszámokat hoztam, de nem. És aztán nem is lett belőle sajnos sem. De sorkatonai szolgálat volt? Persze. Mennyit volt? 9 hónap? Még másfél azt mondja, 13 hónapot, 13 mert hónap. Pont az időszak volt, amikor ugye, amikor lecsökkentették másfél évről 12 hónapra, és mi voltunk az a továbbszolgáló időszak, ahol még elviekben le kellett volna töltenünk a másfél évet, viszont már ilyen bérpótlékot fizetek, és aztán a honvédség már akkor sem átolt túl jól anyagilag, és azt mondták, hogy 13 hónap után lesz. Az elhűlés, az ivászat megtanulása, a kilógás, a dohányzás, hogyan lopjunk alkatrészt, és adjuk el az üzemanyagot, a tesóm szegény csak 9 hónapot húzott le Kecskemét, hát annál értelmetlenebb 9 hónap, mint amit én végignéztem nála, hát szerencsét lőttek 6-ot, azonnal feküdtek a pricse, megszórakoztak és kiszöktek. Tehát egy semmi, az utolsó 15 évben semmi. Hát egyébként többé-kevésbé ezért is ábrándultam ki a dologból. Hát semmi. Igen. Hát régen nyilván volt. Na, mit hoztál? Na de, az a lényeg, hogy van egy program, én találtam nektek egy olyan programot, és itt becsüljetek meg nagyon, mert ez egy kínai program, egy rohadt angol nyelvű, semmi nincsen benne. Megtanultam nektek egy kínai programot, ami az a lényege, hogy belefotózod magad, vagy egy fotót beleteszel, 3D-ben megvalósít téged, és onnantól kezdve bárkinek a bőrébe belebújhatsz, és ilyen kis animációkat lehet csinálni, és figyelj, bebőksz annyira nagy arc. Az első csak azért kellett a Storyter rohadék, hogy közben tudjad futtatni az applikációt. Hátozott voltál. Senki tevének egy nyomorúságos, majdnem katona lettem, de nem vettek fel című szociodrámádért. Én már bebőgtem a sztoridon, annyira jó volt, de csak áldozat voltál. Megható volt, de valóban csak egy nyomorult felvezetés volt a sztorid, így van. Összeraktam nektek egy-két animációt, amit ki is fogunk tenni a Facebookra. Először Balást csodálhatjátok majd meg egy teljesen rendhagyó dologban. Azt gondolom, hogy ezen mindenki sírni fog. Legyen az, hogy a Balázs... De rakod be valahova, és oda rakod be, ahova akarod. Lefotózod az arcodat. Lefotózod az arcodat. Egy monogám kapcsolatban ez nem létezne. Lefotózod az arcodat, és onnantól ő meggenerál téged egy karakterként, ezt lehet színezni, és nem egy animációban látod magad, viszont lejátszunk. Itt most Balázs éppen egy színpadon fog énekelni kínaiul. Megasztárban énekelek kínaiul. Úgyhogy egy farmer szoknya van rajtam, illetve egy farmer short, mini farmer short, és egy póló, amiből kilóg a hasam. Egy haspóló. Egy haspóló van rajtam a fej, nagyon jó. Nézzek. Na, várjál. Figyeltek? Grimaszolok. Grimaszolok, énekelek, a szívemre teszem a kezemet. Iszonyatosan jó. De hogy mozgatja az arcodat? Nem normálisak.
És a Jani, és van egy vágyámod, azt megélheted úgy, hogy belerakod így magad van, a szituációban? Ennek az a lényeg ennek a programnak, lehet, hogyha az embernek van kedve, akkor megtanul érte kínaiul. Én csak nyomogattam a zöld gombot, mindig azt mondtam, az a helyes, a piros a helytelen, de fogalmam nincs, hogy mi volt. De itt jön Ami kis Janink. Na, hova tetted? Ami kis Janink, akiben ott lapul a táncos, akiben ott lapul a, ott lapul a láz, a tűz. Beleraktál egy T-72-esbe? Nem, nem, mert tankos nem találtam, mert ugyanis annyira marha kevés ember akar tankos tenni, hogy olyan applikációt nem csinálnak, hogy legyél B-tanker. De van kettő táncjelenet, amiben belebírtalak téged tenni, ezen bebőgtök, nézzétek? Nem tudom, látjátok, figyeld. Kirakjuk a Facebookot. A fejed nagyon jó. Figyelj, a fejed zseniális. Ez a hátra nézés. Jani egy rövid nadrágban elektrik bugizik egy megaszároz hasonló színpadon, kis tornacipőben, és közben egyébként a fejével nagyon durván grimaszol. Úristen, 10 pontos. Kicsit szücsi az Attractionből, közben hihetetlenül Michael Jackson-os. De ez egy lány alatta, nem? Próbáltam olyat, hogy egy kicsit más legyen. De sikerült. Nem nagyon jó. Te választod ki a testet is? A testet, a hátteret, mindent. Úristen, rutánc, tényleg az lehet, aki nagy akarsz lenni, de legyen akkor a vége az, amikor Jani rúttáncol, mert azt gondolom, hogy itt az egész mozgás, a mimikák itt stimmelnek, mondom, már rögtön nyomjuk is ki a Facebookra, és látják, figyel. Ugyanaz a test van. És beindul. János, figyelek. Ugyanazzal a testtel. Ez zseniális. Zseni. Döbbenetesen primitív, nem? Atya úristen, de jó. És azt látod, hogy tényleg egy kis emberke Jani fejével, ugye a fotón, táncol egy rúdon. Nem egy zseniális kis emberke Jani fejével, ez én vagyok. Egyébként tényleg te. És minden eseményt is te tudsz kiválasztani? Így van. Választhat, hogy rúdtán, színpad. Az a zseniális benne, hogy ez nem olyan, mint eddig ilyen kamu dolgok voltak, hogy csak így odarakott egy fejet, és így bohóckodott egy kettő dimenzióban, hanem ez valójában belehelyez téged, és onnantól ez az arcod elkezd működni. Tehát elkezded majd, mennek a mimikák, tehát amikor huncutól akar nézni, akkor huncut, az összes érzelmet ábrázolja a te arcoddal, megdöbbentő. Jó, őszintén magad, amit csináltál? Nyilván azon, aki próbáltad, és beleraktad magadat egy hat nő közé, pipsóba, pornófilmet, mit csináltál? Megmondom őszintén. Csak ilyen lájtos dolgokat lehet választani? Tehát nincs hardabb? Lehet, hogy van egyébként, még nem fedezte föl, lehet, hogy van ennek valami beteg korhatáros verziója. Mindegy, hogy ne legyen ez ilyen nagyon belterjes dolog, rögtön ki is rakjuk mindjárt a Facebookra, és lehet látni. Gyártunk valamit a Ferrari-ről, és hogy ne legyen az, hogy elárválkodsz. Ó, Istenem, hogy sajnálom, hogy én pöröghetek a rúdon. Hogy nem csináltam semmit. De figyelj csak. Nem csánk disznóvágás, nem? Aha. Micsoda. Tudod, hogy ott nem disznó, ott mindent levágnak. Hogy ez miért böki a csőrödet? Meglátjuk, Balázs, milyen ítéletet ad, de sem. Mondtam, hogy csak meg akartam hallgatni a szignált, tudtam, hogy nem csörbökést hoztam. Adsz rá ítélet, vagy csak simán menjünk tovább? Gyerekek, tudok rá ítéletet adni? Tudok rá ítéletet. Ez adható. Nem csörbökés, de ez adható. Adható? Adható. Nagyon jó. Abszolút indokolt csörbökés. Mindannyian fejet hajtunk nagyságod előtt. Tibi, ja. Vagy ezt csak hallani akartad egyébként. Persze, nem? Csak akartam hallgatni a szignálokat. Magad is csak hallani akartad. Érzel meg Bali arcán. Tehát itt a komplett érzelem palettát meg tudod tekinteni. De az a haj. Ja, amit én éneklés közben kiváltottam magamból, azt utána te meg tudod nézni az arcaidat, külön? Az összes érzelmet meg tudod nézni az arcon. Mondom, zseniális a program. Megmondanám, hogy mi a címe, mert nyilván ez lenne a következő kérdés, hogy mi az applikációk a neve, de kínai neve van. Tehát, hogy még csak egy nyomorult angol neve sincs, egy toplistába találtam. Tehát konkrétan ne is keressétek, mert nem lesz meg. De az App Store-ban talán? Az App Store-ban benne van az ingyen alkalmazások közt a top listában, de nincsen angol neve, tehát nem és tudom. És megnézted, hogy mit tud. Igen, tehát láttam ilyen animációkat, és akkor böngészgettem, azt véletlenül eltaláltam. Mennyi időt? Ráérsz. Óriási. Applikációkat nem tudtam böngészni, mióta a két gyerek, nem, hogy megvan, mint a Beri megvan. Ezekről én abszolút leestem. Amikor ülsz egy ilyen szada, Debrecen, Szeged, szada háromszögbe a kocsiba, és a koncertek közben a bátyám vezeti, én meg ülök, akkor figyelj, akkor mindenre van idő. Olvasni tehát, nem szoktál. Melyik az? De múltkor néztünk egy filmet. Egy könyvet, de aztán nem jutottuk ki. Bementünk a benzinkútra, a csokoládék mellett volt egy könyv, elolvastuk a címet, de nem vettük meg. Igen. Na, sokat beszéltünk róla annó, hogy egy picit idézzük föl, mert a Feledés homályában merült az, hogy a Morning Show-t egy olyan szintre emeltük annó közösen, hogy kiemeltük innen a stúdió zárt falai közül,
és egy musicalt, egy operát írtunk róla. Nagyon kevesen ismerik, szerintem ezt már így egy az egyben. Most a négy legkedvesebb darabját összegyűjtöttem, hogy most egybe egy picikét még ezt idézzük föl, hogy hogy is volt. Az első darab ugye Balázs ébredése, amikor jössz be dolgozni. Igen, csak mondjuk ez azért van, mert ugye minden héten mi látjuk az SMS falon, hogy milyen jó lenne ilyen régi anyagokat, költözzel, musical meghallgatni, csak ugye a Tibi mindig hozott egy csomó témát, és ezért nem tettük. Viszont ma úgy döntötted, hogy hozol applikációt, meg ugye csomó mindenről beszéltünk, viszont helyet adunk ezeknek az anyagoknak, kvázi nem készülsz adott témával, hanem a sokat kért, például a Kassa Musicalt újra meghallgatjuk. Ez egy időgés dolog, és most azért egyszer így egybe. Darabja két perc. Egyszer így egybe azt gondolom, hogy ez most érdekes lehet. Az első darab ugye Balázs ébredése, cívódik Vikivel, ott a család, hogy ő indul el dolgozni, és valójában itt derül ki, itt van a szint, hogy valójában ez a korai ébredés neki már nincs az ínyére, ő már kicsikét váltana, és ebből egy konfliktus születik közted és a Viki között. Ez nagyon szép végszó lenne, nem szólnék bele. Miért csináltuk ezt a műzikát, hogy miért csináltad? Ez egy témához volt, amikor a műzikelekről beszélgetünk, és azt mondom, hogy annyi mindenből készült műzikel, hogy akkor legyen a Morning Showból is egy, és az egész történet föl lett ölelve, de több darabja lesz, ha ezeket be is mutatjuk most. Jöjjön akkor az első, a reggeli dráma Balázs és Viki között. Mennyi az idő, Viki? Mennyi? Viki, miért kell így korán kelnem, hisz nem vagyok én pék? Balázs, gondolj a gyermekünkre, benned oly kicsinke, még ne kelljen utcán élnie. Ne félj, Balázs, ma kedd van, ez jó nap, hisz jön Kassa Tibi. Éppen ez az, mi nyomja a lelkem, ez a srác túl jó ahhoz, hogy igaz legyen. Gyere Rákóczi Feri, lassan kell Jani, siess mindjárt indul a busz. Hogyha valamit elszúrunk, tízkor a meetingen elővesz majd a didusz. Értsd meg végre, Balázs, a terepjáró túl sokat fogyaszt. Ne mondj ilyet! Mi itthon Berivel mindent beosztunk, de te betankolod a luxus járgányot. Ez nem igaz, Viki, te tudod a legjobban, hogy mennyit spórolok. Nem viszek el itthonról ételt, csak a többiek kajáját désbálom meg. Titokban lottózom, és hogyha megnyerem, az lesz majd nekem a jel, hogy a hajnali ébredés aznap majd véget ér, én többé nem kelek fel, most keljen más. Kérlek, kelj fel, Balázs! Most keljen. Benny, kezd fel a bács! Ez volt az első, ugye? Ez volt az ébredés, igen. Senki nem tudja, hogy te mi, senki nem tudja, hogy te mi mész át reggel, és ebben végre meg van írva, igen. Ugye? Aztán jött a késés. Aztán jött az, hogy ugye a következő harc az életetekben az, hogy ki ér be először, mert te egy időben baromi nagy késős voltál. Én leszoktam róla, erre büszke vagyok. Ez meddig volt az, hogy te ilyen baromi hát késős voltál? Hát évig, és sokáig, egy már sokáig, és most már egy másfél éve vagy egész nap hiányzom, de, vagy nem vagy vagyok, de késni nem kések. De el, te lazán késed? Az a fajta késő, nem, vagy hogy úgy vagy vele, szorongok hogy... Szorongok rajta. Vagy hogy szorongtam. Szorongsz vagy, mert van az a fajta késő, úgy van vele, hogy most nem szalad el az élet. Szorongsz, mikor fölébredsz, de ha 4:60, jó, engedd el. És utána már nincs értelme, mert tudom, kiszámolom, hogy 6-ra leszek ott, és jött az SMS, és srácok, 6:02-kor, vagy nem, 7:02-kor érkezett. Életem legkegyetlenebb elkésése. Tessék ebbe egy picit, akkor ebből lehet egy mini témát csinálni. Életem legkegyetlenebb elkésése. Kassa, első forgatás. Szól a producer, fölhív a következő. Tibi, merre jársz? 1/4 órája ülök a kamerapróbádon. A Hungária közepén voltam. Hmm. Tehát konkrétan azon, ha el lehetett volna dobni... Akkor az... nem vicc. Nem vicc, tényleg van egy show műsora? De szemben vagy. Figyelj, ha el, lehetett, volt. Ha el lehetett volna dobni az életet, akkor ott eldobtam volna. Tehát az, amikor tudod, hogy még onnan 40 perc beledög lesz, tehát az a... Van egy ilyen nagy késés van? Hát nekem sok. Neked sok ilyen van. Nektek nincs, én precízek vagytok. Én nem szeretem. Hát régebben az előfordult. Tehát amikor láttam egy távolodó vonatot, amin a haverjaim mentek Kelet-Berlinbe, amit hónapokon keresztül szerveztünk, és én mentem ki a kis bőröngyeimmel, és így láttam, hogy távolodik a vonat. De. És aztán hazamentem. Oh. Édesem. Na jön akkor erről egy összecsapás, hogy hogyan küzdöttetek ti valójában egymással, hogy ne késsetek el, hogy hogyan zajlott ez a verseny, jön a musical következő tétele. Most akkor az elkések musical következő tétele jöjjön, finom zavar a stúdióban. A play gomb, a play, hangerő, play, volume.
Viki, nincs több búcsú puszi, értsd meg. Fogadtunk a srácokkal, ha nem én élek be elsőként. Felfestett bajusszal kutyaként kell majd csaholnom a kávégép mellett. A Jani már biztos így is úton van. Félek megint lóvá tesz, bringás Speedy González. Elkések, elkések, pedig mint ismeretes. Villám gyors, akku hetes. Elkések, elkések. Jaj, bringázni csúdió, vár rám a stúdió. Egy cseppet sem feszülök, hisz elsőként beülök. Holnaptól házőrző nem kellhet más. Jaj, de jó kutyuska lesz kis Balázs. Nem, elkések, a fel is biztos úton van. Már biztos te is nyargasz, rádiós szürke Gandalf. Elkések, elkések, menet széltő szemüveged. Óvja szponzor szemüveged. Elkések, elkések. Minden nap más szemüveg, nincsen rajtam szabad reklámfelület. Ha többében nem élek, ebből már megélek. Névadó szülőd, mond ki lenne más. Morsinak szólítlak, majd kis Balázs. Nem akarok bolhanya körvet. Nem számít a trafipax, nincs rosszabb, mint ha kikapsz. Elkések, elkések. A fogadást mindenki tudta, ebből nem dubál ki Buddha. Elkések, elkések. Meglepít nem okoztak, már megint lefotóztak. Elkések, elkések. Ha lesz idő, megállom, vagy holnap dedikálom. Elkések, elkések. Ha-ha, beértem. 8 után 4 perccel hírek a Klassz FM-en. Jó reggelt kívánok, Kővár Janett vagyok. Hol a nyakörv? Gyerekek, Anett volt még ebben benne, ugye? Hát ő még benne volt ebben az anyagban, így van, igen. Itt Balázs is elbukta, ugye fogadások voltak a végén már, hogy mi van, ha elkésel, ugye? Igen, azzal igen, próbáltak igen, téged igen, rávenni igen, a srácok, hogy ne késsel, hogy különböző fogadásokat kötöttetek. De azt gondolom, az utolsó darab, a Morning Show musicalik utolsó darabja, amit most le fogunk nyomni, az volt nekem a kedvencem, amikor ugye az emelés volt, az attrakció. Az mi volt? Kint voltunk a Hősök terén, és egy nagy konténer. Amikor fölemeltük a konténert. Volt, na, egy, jó volt egy nagy attrakció, amikor fölemeltek benneket 60 méternek hazudtátok, szerintem ugye 40 körül lehetett, aha, úgy alulról nézni. Kettő közt volt az igazság, 50 méter. 50 méter volt? De egy komoly emelés volt, és megmondom őszintén, hogy egy picit más irányból közelítettem meg, hogy vajon mitől félnek a rajongók az emelés kapcsán, Balázs félelmei, a rajongók félelmei az emelés kapcsán. Egy musical tételben, Morning Show musical darabjában. Viki, érzi meg, nem akarok felmenni, jó? Na, ne is erőltes. De kicsim, ezt már megbeszéltük. De nem, egyszerűen nem... Majd legyőzött fejben. De tényleg semmit nem értesz? Semmit sem értesz, nem a magastól félek. De nélkülem mivé lesz a földi élet? A tévében akkor mond, mi lesz a varázs? Ha naponta 8-szor nincs Sebestyén Balázs. A kaszan lesmúzol már a vezetéssel. Mond, mi ez, ha nem egy hatalom átvétel? Len szédül a tömeg a lábán és alig áll. És nélkülem a föld is kevésbé gravitál. Már 30 méteren, jaj, a helyzet forró. Mi magányos nélkülem, ez a kis bolygó. Az oxigén hiányban rám tör egy látomás. Mellettem húz el a nemzetközi űrá. Ha itt ragadok végleg a felhők felett, versengés nélkül lesz bajnok az Anett. Én sohasem hittem, mert azt hittem túlzás. Innen már nem ment meg egy jó hármas ugrás. Nem attól félünk, hogy a kötél elszakad, hanem attól, hogy Balázs a felhők közt ragad. Én hibáztam, én akartam üdős adást, most rendezhetek be itt fenn garzon lakást, de legalább gyakran együtt lesz a család. Benig, nézd fel a konténerben, ott él az apád. Ha végleg itt ragadok, nem lesz más kiút, az egész VV5-re megkapjátok Lilut. Persze csak akkor, hogyha lesz is majd adás, mert nélkülem megáll az államszolgáltatás. A Jani szökni készül, nem értékeli a jót, ugorva hagyja el a süllyedő hajót. Feri, csak te maradsz értékes ballasztnak, a súlyod már tetemes, köszönd a dallasznak. Ami jó abban, hogy én vagyok rekorder, 50 méteren nincs olvasó riporter, ami még beugrik a tériszony szóról. Ideje leszállom a magas lóról. Nem attól félünk, hogy a kötél elszakad, hanem attól, hogy Balázs a felhők közt ragad. Föltívja Balázst! Föltívja Balázst! Föltívja Balázst! Ez volt maga az emelés, így van, igen, az utolsó. Azt gondolom, hogy... Igen, az volt. Nagyon régen hallgattuk tényleg. Hát ez
én az is veszem le egyiket a fülest, mert minden ja, tisztelete nálunk ez hónapokon keresztül, mert virág? A virág imádja őket. És már rá kellett szólni, de most komolyan fél éven keresztül csak ezeket hallgattam. Amikor... Virág, a jó ízléshez születni kell, ne hagyd, hogy eltérítsenek. Legyél rá büszke, jó? Így van. Na, azt gondolom, ezt a színpadra is akartuk vinni egyébként. Igen. Tehát, hogy ez meg is volt az Operett színházban, ezt föl is durrantottuk ott egy elég komoly szereposztással ott az Operett sztárjaival, ahol én alakítottalak téged egy szürke nagyon kellemetlen parókában. Hogyha emlékszel. Vélelre, abban még fókuszanyában, így csomó minden lett, tudom, igen. Na, de egy komolyabb ilyen összeállítással készülünk egyébként jövő hétre, aztán nyilván elmondjuk ennek is, majd jövő héten az apropóját most ne lőjük le. Félve kérdezem, hogy jogos a taps és a sikoly a rengeteg mindenért, a betelefonálókért, a megrendelőkért, az applikációért, a Jani táncolni láttad. Katonai sztoria. És az őrült nosztalgia, a morning... hogy a végre újra beszélhettem az álmomról. Ami nem sikerült. Ennyi év után. Bármikor lesz tankos. Félve kérdezem, Balázs. Jogos a taps, jogos a sikoly. Köszönjük szépen. Tibinek 3-4-10. Lesz pontosan 2 perc múlva. Jövünk mindjárt a nap legjobb pillanataival. Ez itt a Morning Show, a Klassz FM-en. 3:10 múlt, pontosan 1 percre. Jó reggelt kívánunk mindenkinek. Még lehet VTCC játékra küldeni a megfejtéseket, ugye? A kérdés annyi volt, hogy hány pontot szerzett tavaly. Összesen Mihály Norbi, ha valaki jól válaszol, akkor ott lehet másodmagával hétvégén a VTCC Túraautó Világbajnokság magyarországi futamán. És csütörtökön sorsoljuk majd a fődíjat, valaki a Zengő Team tagja lehet arra hétvégére, ami ugye most van. Így van. És ha jól viselkedik, és tényleg csendben nyugodtan ül a sarokban, és csak nézelődik, és iszogatja a kis kávéját, és nem nyúl semmihez, mindent a szemnek, semmit a géznek alapon, akkor nagy baj nem lehet belőle. Így van. Na, rögtön jön a nyertes adásba, de előtte mondjuk, hogy mivel is foglalkoztunk. Ma több kisebb témánk volt, és egy nagyobb, ezt mutatnánk most meg újra. Mert hogy felhívtuk Lukács Csabát, a Baptista Szeretetszolgálat munkatársát, hogy meséljen nekünk Tóásó Előd. Nem azt mondom, hogy hazacsempészéséről, mert nem kellett őt hazacsempészni, de mégis ugye hát a bolíviai titkosszolgálatok karmai közül kellett kimenekíteni Bolíviából, és a Baptista Szeretetszolgálat munkatársainak közlése szerint hát tulajdonképpen ez egy menekítési akció volt. Az országból azért csempészni kellett, aztán már később nem, de szerintem a határon az egy kicsit ilyen átcsempészés volt félig, nem? Igen. És nem is magát az ügyet boncolgattuk, mert nem tudjuk, hogy az valaha kiderül le, hogy elődött, mit csinált, kivel volt kapcsolatban, miért volt ott egészen pontosan, nyilván állít dolgokat, nyilván mi ezt el is hiszük. Az biztos, hogy nem tudott elhelyezkedni informatikusként. Nem tudott ott kint, mert hogy ez volt a cél 6 évvel ezelőtt, amikor ő kiment. Sokkal inkább azt szerettük volna tudni, hogy egyrészt hogy hozták ki az országból, és ha már beszéltünk Csabával, akkor megkérdeztük tőle azt is, hogy milyen állapotokat tapasztalt ő a börtönben, ugyanis ő minden évben egyszer meglátogatta ebben az ominózus bolíviai börtönben Tóásó Elődöt, és hát felfoghatatlan dolgokat mondott, hogy hogy működik ott a börtönben, a hierarchia, milyen az élet egy bolíviai börtönben, egyet, hogy tud valaki nyelvtudás nélkül életben maradni. Szenzációs, idézőjelesen, szenzációs, talán nem ez a jó szó, megdöbbentő, ez sokkal jobb, hogy hogy működik ott a börtön. És abszurd a végletekig. Igen, a végletekig abszurd. Úgyhogy Lukács Csabával beszélgettünk, és ezeket a pillanatokat most újra megmutatjuk. Érdekes dolgokat mesél Csaba. Bolíviai börtönről, nem? Hihetetlen. Milyen állapotok vannak, azért felfoghatatlan. Felfoghatatlan egyébként. Igen, többen írják egyébként hallgatók közül a Mel Gibsonnak a Börtönregény című filmjét. Az egyébként többé-kevésbé egy ilyen börtönben játszódik, és érdemes megnézni. Érdemes, mert nagyon sok helyen összecseng annak a története, illetve a szeretetszolgálatos srácnak a sztória. Vagy a Szökész című sorozat hasonló. Egyébként is az is egy dél-amerikai börtönben játszódik, azt hiszem, amikor ugye bemegy a srác, magára tetováltatja a börtöntérképet, és a tesóját akarja kihozni, és ott is sok minden kiderül. Kemény, kemény világ. Na, hívjuk először a VTCC játék nyertesét. Nem kell a jegy. Halló! Szia! Megpróbálsz egy másikat, Laci? Halló! 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 Nem szólsz vele? Mekkora mákod van? Halló, Balázs Morning Show, Jani, Feri. Hello. Nem szóltál bele, vagy mi nem hallottunk? De, én beleszóltam, hallottam is a rádióban, csak nem szóltatok vissza. Ja, együtt hallgattuk a csöndet. Te rádión keresztül, aha, mi az ételen keresztül. Így van. Ez egy jó kis póka volt. Igen, nagyot nevetünk. Zsoltikám, figyelj ide, írtál nekünk egy jó választ, ugye a kérdés az volt, hogy hány pontot gyűjtött tavaly
a VTCC túra világbajnoksága alatt Mihelis Norvia. Jó válasz? Így van, 201 pontot. 200-asan így van. Zsoltikám, tudsz-e menni hétvégén a futamra? Hát hogy a viharban, de mindenképpen mentem volna, úgyhogy így még jobb a helyzet. Hát így megtakarítottunk neked sok forintot, péntek, hát, szombat, vasárnap mehetsz másod magaddal. Így van, kit viszel? Szuper, szuper. Hát valószínűleg a húgokat fogom vinni. Na, ő is nagy Norbi rajongó, tényleg? Ó, hát nagyon-nagyon, igen. De jó. Voltunk minden Hungaroringével utazónként. Norbinak el kell oda a segítség, úgyhogy menjetek. Jó sokan. Mindenképpen. Jó mulatást nektek, küldjük a jegyeket, adáson kívül elmondjuk, hogy tudjátok átvenni és mikor. Jó? Szuper, jól van. És van egy Mielis pólód is. Így van. Köszi szépen. Ciao, hello, jó mulatást hétvégére. Hello. Na, akkor jó helyre ment. Nagyon jó helyre ment. Mindig örülünk neki, hogyha rajongó kapja. Igen. Ha valaki nem odaadja, hogy elajándékozza, hanem magának vagy családtagnak nyer, az mindig a legjobb. Hívjuk a nap hallgatóját gyorsan, ha mondja, hogy Morning Show, kap egy szép kis ajándékcsomagot. Ha esetleg nem lenne valakinek egyértelmű, vagy éppen telefonálunk, akkor Laci gondoskodik. Analóg tónüzemmódba átkapcsoljuk. Na. Tón, és mi volt a másik? Nem tudom. Pulse. Ja, pulse. Nincs show. Jó vagy. Hello, hogy hívnak, nem írtad alá? Sziasztok, Levi vagyok. Levi, hol hallgatsz minket, Levi? Hát most éppen autóban. És az az autó hol áll éppen? Egy parkolóban. És hol van a parkoló? Egy pláza mögött. És a pláza? Egy város. Melyik városban, úgy értettem, lehet, én kérdeztem. Budapesten. Levikém, ugye az időjárásról beszélgettünk arra reggel, hogy kicsit mindenki nyomottabb, te egy szóban jellemezted, és ez nekünk nagyon tetszett, ugye mondtuk, hogy be van borulva, hamarosan esik az eső, égszakadás, földindulás, te csak annyit írtál, Armageddon. És ezt mi szerettük, úgyhogy te lettél a nap hallgatója ezzel, küldünk neked egy szép kis Morning Show-s ajándékcsomagot. Ó, köszi srácok. Jó? Szívesen, szép napot. Ciao. Köszi, hogy hello. Na, Csabi ma nincsen. Egész héten nincs, így csak halkan mondjuk, Garami kutya helyettesíti, és őt lehet zargatni. Ez a fiú tud élni. Bizony. Ez, igen, megint elutaztak Cosa Nostrába. Erre a hétre vettek ki a Szabját, és itthon maradtak, annyira nem érítlem, ahogy kinézek. Tehát nem egy túl jó időzítés, szegény. Igen. Hát jövő héten már lesz. Garami Gábortól lehet alokat kérni, 555-55-00, ez a telefonszáma, mi pedig jövünk holnap 6-kor. Szevasztok! Sziasztok! Ciao. Ez volt a műsor, amelyre az ország ébredt. Ez volt már a Morning Show. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora.